Még van egy lány ismerős, akinek ugyanúgy egy baszettje van, és... Mézzel már találkozott is amúgy, de neki meg valahogy 31 kiló a lány baszettje, amit talaj nem tudok megérdeni amúgy. Így vált éven. Mész és inkább barátsz, szevasz barátszkám, hogy na, szóval mai nap eljutottunk oda, hogy végre tudjuk csinálni ezt a túlzenemet, amit szerintem szombaton vagy vasárnap akartunk. De minden igaz, megint nem működik a streamnek, let's go. Látok, gyors megoldjuk, hogy működjön. Ne! Ajna, akkor nem oldjuk meg, hogy működjön, mert mindent előre kell csinálni. Ne szarabb dolgot, hogy nem sok találtak amúgy. Streamnek, Spotify pluginnel. Szevasztok! Ó, oh, itt vagy labba. Jürgen, el tudjuk intézni mi akkor szerinted? Hát, hogyha válaszol ez a félveszemű kükloksz, akkor igen. Mit írtál neki? Esetleg nem én vagyok éves, fejtök felhívom Gattózót. Én mindig mondom neki, hogy egy köcsög zaklató. Igen, fel is hívom. Hello Gattózó, üdvözlöm! Ki Magnum? Már jó napot kívánok! Már persze, figyelj, tudja, én egy rendőrgyilkos vagyok, de maga meg egy szexuális ragadozó, úgy hallom. Fordult a kocka. Hát figyelj, érti, én nem erőszakolok meg nőket. Én se. Tudja, az átlagosság világban, mindenki ezt mondja. Ki nem mondja. Ez mondja igaz. Mindenki magáról, meg mindenki azt mondja, hogy kis pöcsű. És ez mi van, igaz, de amúgy nem, mert ez nem számít kicsinek ebben az országban, ez átlagos. Ja, értem. Hát nézze, Riki Magrón. Fogadjunk abba, hogy ártatlannak fog mondani a bíróság. Én nem akarok fogadni, nekem mindegy, hogy maga ártatlan, majd sem csak gondoltam, felhívom és kicsit baszogatom ezzel. Mikor adja vissza a pénzt, amit kölcsönkért maga szemétlád? Dehogy kértem kölcsön. Tud kölcsönni 10 000 dollárt, mert akkor azt visszaadom majd. Persze, írja hozzá többihez. Jó, de akkor tényleg adja kölcsön. Riki Magnum, figyeljen már. Igen, figyelek. Fényezi még? Anastil a kis bohóc? Anastil pont itt van mellettem. Szevasz, Riki. Ja, mondja szevasz, meg neki, hogy azt üzenem, hogy régen nagy tekintélyű, respektált rendőr volt, most meg nőjévé tette Riki Magnum. De nem a nőm, nem vagyok meleg. Hát nekem azt mondta, hogy bejön mindenféle kép magának, mármint hogy neki maga. Ja? Anastil buzi? Úgyhogy mindenféleképp, amikor ilyeneket? Azt mondja, hogy nézem maga mögé. Gattúzó, kiagosítom. Gattúzó, kapja be. A faszomet egy kis moleszteráló köcsög gyerek. Napot kívánok, Anastil. Te moleszteráló. Kis moleszteráló köcsög gyerek. Na, az a helyzet, ha a hírek igazak is, én legalább a hetero lyukakra játszok, nem pedig Riki Magnuméra. Maga köcs. Mit akar Gattúzó? Miért keresett engem? Azért kerestem magát, hogy egyébként ez egyetértek ebben, legalább jó lyukra játszik. Így van. Nagy tiszteletben álló rendőr volt, több embernek a példaképe is ma. Micsodája, a felesége Riki Magnumnak. Miről beszél? Az a helyzet, Gattuso, hogy még mindig több nőt sikerült megbasztom, mint magának, mert maga csak a molesztálásig jutott. Parancsot várok, Riki Magnum! Gattuso meg akar halni, vagy mi ez? Miért fulladozik? Gondolom tudja, hogy ez a bíróság így nem az ő részére, mert azt akarja, hogy még előtte megöljük. Így van. Figyeljen csak rám, Riki úr. Azt szeretném volna kérdezni, hogy maguk az ékszerboltba feküdni járnak, vagy miért feküdtek annyian tegnap a társak? Én nem tudom, nem voltam ott. Annyit hallottam, hogy Adrian Wolf egy köcsög, és ezt aláírom. Gattuso nem akar aláírni egy petíciót, hogy Adrian Wolf egy hétig kadét legyen? 100 aláírás gyűjtök. Nem. Köszi a felettelet. Köszi Márkány és viszont 18. Viszont azt simán aláírom, hogy Cooper az legyen. Nem, Cooper kedvelem, ő jó ember. Mm-hmm. Na jó van, készül a halálra. Riki Magnum, adok magának egy ultimátum. Igen? Mire? Minden egyes korrupt zsarut, akit be tud bizonyítani, hogy korrupt, fizetek magának 60 000 amerikai dollárt. 60 000 egyért? Jó. Így van. Amivel el tudjuk ítélni, hogy korrupt. Uh-huh. Ugyanúgy, ahogy volt Hegel és a többiek. Bácső. Na, hát jó, legyen így, jól van. Jól van, vissza, hello. Akkor a megkeresed. Császtok. Cső. Szász, Riki. Van itt még valaki, aki... Member vagy valaki? Hello. Silas van, csak most... Jó, Silas, az őségem van. Valamint, fel kell ezt a színeles tetkót felvartáltak mindannyian? Még én nem
volt rá pénzem, de bárban. Yeah. Azt itt érted, 18 évesen vagy annyira nem engedi, vagy anyukád beengedi a tetkót? Hello. Valaki fel tud venni a PD-re? Hol vagy? Hol vagy? Akkor én elmegyek, felvarratom magamnak. Elvihet a motorod, Réré? Meg akkor engem is, és akkor én is felvarratom. Ja jó, de én is jövök. Megyünk. Hát majd, hogyha member leszel. Ja jó van akkor. Menj el a PD-re, hozd el Blake-et. Jó. Van egy Tedco chat, ami alapban benn van GTA-ban. Remélem két személyes a motorom. Szerintem igen, van egy párna. És annyi a lényeg, hogy van egy új Tedco, ami bekerült, alap GTA-s, és gyakorlatilag rajta írja a nyakunkon így egy Sinner. És nem is láttak, nem is tudtuk, hogy van ilyen. Így bekerült az új Tedco rendszer, ami mellesre kibaszott menő lett. Van ilyen 20-30 darab kokainó? Mennyi? 8-900 dollárért adja, és 20-30 darab kokain kell neki. Vagyis nem, veszi. Ki ez? Ki? Egyik kedves közös ismerősünk, a szexbiztos ágyaknak a kitalálója. Barbecue Bob? Szevasz! Nulla kokainunk van jelenleg. Hello! Csállasz? Ja. Ezt a nyak tetkót akkor felrakjuk mindannyian? Hát de hol van? Én nem látom. Testnél ott van, van. Test is ott van. Látjátok, hogy Sinner, és így írja a nyakunkon, hogy Sinner. Yeah. Már kettes erős, ez az új tetkó script egyébként. Erősíteni kell rajta. Jaj, én nézzük kettes erősséget, vagy hármasra kokom már. Hát gyerek, lehet ilyen erősséget állítani, itt látjátok az összes mindent, itt le is lehet venni őket, nem bírt. Oh. Találtam egy bugot. Ha nincs tetkód és le akarod venni, beleragadsz. Na! Bugkereső, Suri? Let's go! Van, aki átalakít nekünk kokain, nem? Ők pénzt adtak eddig érte. Itt vagy még, Ré? Itt. Hát tegnap láttam egy bugot. Tudtak beszélni. Ja, meg tegnap nem tudták eladni, mert tegnap volt nálam. Hát csúcs, ilyen, hogy erre mennyi esély van, de tényleg vágod. Ide jövök, megmutatom az új Tedco scriptet, ilyenek remegyek a másik opcióra, és pont most állok a bugot. Pont most egy ilyen bugot amúgy. Oh, nem baj, legalább megtaláltuk, érted? Engem megtaláltuk, csak egy relogba került, érted? Nincs baj. Ezek szerint, hogyha nem tudsz, vagy nincs Tedcód, és úgy akarsz levenni, akkor bebogolsz. Szia Krisz, mi helyzet öreg? Hogy vagy? Rég láttalak errefelé. És hát legalább egy 4 napja. Az mégis rég volt, hogy vesszük. Nem? Ne. Szia Boti, cső. Cső. Miért ilyen hakazen elmondj? Így jó lesz. Ilyen nincs, nem merem elhinni. Nem baj, Csúcsi, belefér. Nem tudom, láttátok egy chat, aki esetleg néz chat, hogy Kenny S visszatér a Pro C-be. Én remekül vagyok, köszönöm a kérdésed, Krisz. Van egy javaslatom, annyi, hogyha nincs tetkótok, ne akarjátok levenni. Jó. Mondjuk ez a veszély engem már nem fenyeget. Ja igen, nekem nem volt eddig. Hát ez a színerest a gyakorlás, nem fáj amúgy a nyakra varratni ezt a szart? Dehogyis. Nem fáj. Nem bírom a fájdalmat, csak azért. Csak olyan, mintha egy pengével vagdosták a nyakad, nem vészes. Ja, hát jó. Átosszam, hogy haver. Na. Közös tetkó a szína összel. Hát azért ez milyen menő már egy ilyen közös tetkó, érted? Bár én nem akartam soha szétvaratni magam, nagyon értitek. Ja, és akarom. Ja, csak egy 20 tetkó. Milyen tetkó illik Rikihez chat? Mit tudtok elképzelni? Brothers for life? Ú, ez amúgy, ez volt Billin is, nem? Ez volt Billin, nem? Vagy egy kereszt, vagy Donin volt ez? Szerintem ez Billin volt. Ú, ez a totem, a Dread tényleg... Chat, csak mondanám, hogy a héten lesz Dread Hunger! Viccen kívül. Beszéltük egyébként... Most már egyelőre nem üldözi a Mafia Nexod, abban a szálban még akarok valamiket kihozni amúgy. Most egyelőre meghalt a Mafianak az a része, aki üldözte. De lesz Dread Hunger, beszéltük Bencél kéne játszani egyébként. Spártai harcos? Ú, ez a szamurái is nagyon kemény, csak hát nem Rikinek, ugye? Amúgy ez nem rossz azért, csak így nem tudom, esélylik szerintem annyira Rikihez. Én nem tudom, hogy valamilyen iszét tudok elképzelni amúgy. Ráijá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 j
Angyal, mert minden túlélsz. És hol volt az angyal? Várjál. Ú, ez kurva jól néz ki amúgy. Rain over, that pretty. Oh. Rossz weapons a derekára. Holy Mary. Ú, ez jó, ez szerintem mehet. Ez szerintem mehet. Ez olyan rikis. Ez olyan rikis. Oh, jó maradt. Hát, melyik erősség? Egyes vagy kettes? Anastir kinyír érte? Hát nem baj. Egyes vagy kettes cset? Hát hármas semmiképp se. Lehetne saját tetoválás rajzot adni a karakterre? Hát baraszk, rengeteg kezdtem tetoválást fogunk berakni, szóval... Hát nagyon sok az egyes, akkor egyes lesz, jól megvesszük. Love is blind. Bad angel. Sad angel. Geometrikus galaxy, geometrikus design. Nem, ez nem vagyok én annyira, szerintem. Pff, ez mi, hogy néz ki? Oksa. Finders Keepers. Amúgy ez a ugye Ricky a kapzsiságnak a... Nem tudom, vágjátok, de Ricky a kapzsiságnak ugye a greed, tehát a kapzsiság az Rickynek ugye a fő bűnje, és gyakorlatilag ezt szerintem azt jól tudná jelképezni, hogy gyakorlatilag Finders Keepers, és egy aranyledet tart a polip. Szerintem ez jó lehet amúgy. Ez Jézus. Szerintem kettesen amúgy, nem? Visszatért Jézus Krisztushoz megint. Eddig is hittem benne, csak Anastirnak nem mertem mondani. A hétistenben csak addig hittem, amíg fizettek. Ne viccelj, de legnagyobb izé lehetek amúgy itt. Bárki vehetetek bármit, amúgy csak fizessenek, de hát Anastir már jó ide nem fizet, úgyhogy bassza meg. A képe kicsit másmilyenek, igen, vágjuk. Jó, legyen ez a Finders Keepers mehet is amúgy. Még karra akarok amúgy. Szerintem ez így nagyon fasz amúgy. Még ahogy nem akarod magad kivarratni, ezt már tele van a hátad. Jó, hát figyelj, bár most mondta, hogy nem kurva jó, az aranyat lopja a polip, és hát én vagyok a kapzsiságnak a főbűnöm, nem? Kurva jó szerintem, és ott tartja az aranyat magánál. Szerintem nagyon jó. Na, nézzük, karra vannak-e valami jók. Snakebite. Már mindegy, már feladtam a kivaratásnak az izéjét. Ez volt Billin, ugye? Ez volt Billin. Tudja, hogy ez volt Billin, vagy Donin volt? Ez valakin volt. Szerintem ez... Hát nem tudom, hogy... Green. Donin volt? Az, hogy nekem ez még mindig nagyon tetszik. Szerintem ez egy kurva jó tetkó amúgy. Ez a medúzás egyébként. Ja, ez szia, Momos, hogy vagytok, Mizu? Nincs ami nagyobb még, ami... amúgy ez is jó szerintem azért. A Dialed In, mint kettes erősségen azért... Hát, csak azért nagyon egy kicsit túl izé. Muscleter, az nekem is tetszik a Muscleter. Muerting Los Santos. Az annyira nem jön be. Geometric Design... Ja, hogy... Aha. Ja, hogy ezt rá lehet rakni így egész hátra, mondjuk ez menő lehet. Azért kell, ezek a színesek annyira nem jönnek be személy szerint. Ahogy nem tudom, vagy a Medúza, vagy a Dialed In. Mit mondtak chat? Medúza, vagy M, vagy D? Ez az egyik opció, az a D? Vagy lehet a Medúza, ami meg... Itt van. Ó, hát ezt töntsem el ezekből, hogy most melyikből van több amúgy. Ó, nehéz, szerintem D-ből több van amúgy. Csinálj meg egy szavazást gyors. László, hogy polt indítasz. Mert a poll. Mert a poll. Ezt nem megszavazhatjátok. Legyen snakebite és meg aloldva. Snakebite. Melyik volt? Szavazás, feljebb van, snakebite. Ahogy ez se rossz. Ez ilyen motoros! Ez egy motor? Hát ez kurva, hát ez lesz!
Ne vicce, hát ez lesz, szöveg is van. Nem is kell szavazni. Fullas, jó. Vagy szét lesz varva az öreg Magnum. Az a hasa ilyen üres, nem? Vagy a mellkasa az ilyen kicsit így most gyenge, vagy nem tudom. Azon a karon is legyen valami szerintetek, vagy ne? Bal karon is legyen valami? Mit mondtak chat? Ó, live to ride. Ez ilyen, az egy csúnya nekem. Ezért ez a too much amúgy, nem? Mert amúgy a mellkasos, mert nekem se tetszik annyira, hogy itt vagyunk, de $100 elköltöttem rajta. Várjátok ezt a mellkasost, ezt vegyük át még egyszer. Csucsi! Így, hogy már van tetkom is, bebugoltam a levételhez. Csucsi! Akkor nem veszünk le tetkót, ezek szerint a levétel annyira nem működik most jól. Ezek szerint még. Szűz Mária nem jó, de hát így nem bírjuk levenni Szűz Máriát, mert bármikor akarom menni, beragadok. Úgyhogy lehet, hogy most én bugoltatom-e magamat amúgy, vagy nem tudom, de... De... Nem bírok. Nem bírok levenni. Szerintem így egyelőre jó lesz, aztán majd rakunk utána még rá Rikire, mit szóltak, legyen így. Nem szájtek, nem úgy van. Mellkas nagyon gyenge pedig, na jól van. Igazatok van, de nem bírjuk levenni egyelőre, úgyhogy. Marad Szűz Mária egyelőre? Hát most egyelőre marad, így van. Majd ezt fel tudunk tenni még egyet. Medúza nyert amúgy. Mindegy, most valami harmadik lett. Na. Nézzük. Helmet húgyozni. Meg kéne mennem valami ruhát, amilyen látszódnak a tetkóim. Hát menjünk egy ruhaboltba. Ezek Szűz Mária maradt a melkasabban, mert azt mondták, hogy itt nem szedik le. Miért? De miért nem akartad magadra tetováltatni, vagy mi? Ne, csak még ő nem tetszett annyira. Túl kicsi a többihez képest, úgyhogy... Igen, mit lehet javasolni, hogy látszanak a dead coin mentesen? Mert konkrétan ez a garbó még a színőrt is letakarja a nyakamon. Hát, egy kigombolting. Az jó, hát ez merre található szerintem, melyik palc? Mondjuk a... hát... Elég egy sima ing is amúgy, mert... Pont a melkasom a lévőt nem akarom, hogy látszódjon. Valami rövidújóing is jó amúgy akár. Mondjuk az meg gagyi, ki a rövidújóinget. Igen. Hát nekem van egy olyan ing, ami így fel van. És ami jó póló amúgy? Nincs. Meg az, hogy ebből van egy ilyen ing, csak ebből kilóg a mellkasod. Az nem bajom, hogy túlélem. Mi az, melyik polcom van? ...442-es. Ezt azt mondod? Aha. Abban már alig látszik a karom, viszont nem? Hát... Az, úgy kéne valami szint adni az egrikihez, de... Esküszöm, nem tudok egy izét semmi jó lehetne. Vagy van a kigombolt? Hát akkor menj inkább ez. Az meg... Valami, jó lenne egy kar, ami nem log át rajta. És melyik izét azt a rehez kesztyűs dolgot, mert minden nem átlog minden. Valahol a legvégén van, mindjárt megmondom, most átvettem. Megvan szerintem. Aha, igen. Ja, meg visszaveszem a keresztet a nyakamban amúgy. Anastila, meg közlöm, hogy bassza meg. Nem fizetettem. Nem amúgy. Hát tényleg nem, jó azért most... Úgy, most a birak felvenni egy órát is, várjál. Hú, mehet is. Meg majd ne felejtsd el a mellényt átvenni. Ja, igen, már jó, hogy nem a prospektet veszem fel. Ja, meg nem is mondtam, Silas Vice President lesz ma. Be kéne szivatni valahogy, van valami ötleted? Ha? Gondolkodok. Hát Magnum a megújuló. Nem sikerült kiderítenie, hogy kinyúlta be azt a metet, vagy kokó, vagy mit tűnt el a tárolónkból. Jó. És ugye ő a szekretári. Jó ötlet. Halló, jöjjön mindenki klubházhoz! Hát rád várunk. Itt. Jó, az asztalhoz!
Jó, mellényt vettél fel? Igen. Greed. Greed az Ricky. Ricky a... A másik asztal az ilyen tárgyalós asztal. Kapzsi. Rangok, hogy vannak színezők, mint hogy milyen rangok vannak? Hát ugye, mint egy rendes pataras klubban. Prospect member, secretary, road captain, sergeant at arms, vice president és president. Nyilvánvalóan vannak a főbűneink, ugye. Kapzsiság, bolyásság, stb. Egyéb dolgok. Büszkeség, ilyenek. Már itt van Magnum. Csak rá. Okay. Aztán, ja, meg nyilván ugye azok csak az alapítók kolorjaim vannak rajta. Amivel hát 7 darab főbű van, de csak 6 darab alapító van, mert hát kapci lett valamíg az alapító, de hát rendőr lett közben, úgyhogy... Hello? Mi lenne a szívemben? Hello? Hello? Hát a porra jár, nem? Hát de én csak 62 vagyok. Hagy neki is a kokaint, az felpörget még a szívritmusta, hogy hát ha... Tényleg, az kéne. Ez a kék, ez nagyon én vagyok. Mondjuk legalább megy az ingehez a nadrághoz. Maradj már csöndbe! Szevasztok! Nem tudom, figyeltem, szeva. Nem, elütötték. Bálint, igen, Bálint újra a köreinkbe, így van. Van családja. Ja, biztos. Sziasztok, üdvözöllek benneteket. Küldök, az igen, ez milyen kis égben van. Ó. Örüljön ingemben. Állj fel és ülj le újra, üreg. Csak az a kék színbe. Az a szék úgyse jó. Nem ár, pont jó, mindegy, akkor megoldom máshogy. Jó az amúgy. E úgyse jó a szék. Jó, itt így már majdnem. Jó, magasabb örülök, magasabb rendű vagyok, mint ti. Jó, igen. Így van, de mindenek előtt. Most akkor itt van ez a Jürgen, vagy elvég itt elintézi a dolgokat, tehát azt kéne mindenképp elintézni, nem? Ja, azt megbeszéltem vele, hogy majd... Kérdeztem rádión, aztán Javier válaszolt egyedül, úgyhogy elvihetnénk izébe, Sandy Reptér, aztán ott elkapjuk. Vagy ő kihozza Sandybe, és akkor ott elkapjuk. Helyes. Mindenkinek van színőrztes tetoválás a nyakán már? Igen. Valami. Igen. Igen. Ja, jó, és nem elszöljük a szakáltal. Valamint, ugye volt, most tényleg full komolyan, volt 10 met, ugye, ami eltűnt, valamint 5 darab kokain, ami eltűnt a tárolóból. És hát nem derült ki, hogy mi történt velük. 20. Ráadásul 20. Hát igen, ugye. Silas tudja, hát ő felel mindezekért, és hát sajnos ő felelt értük, de mégis a szeme láttára gyakorlatilag kirabalták a széfet, és még mai napig nem tudott meg semmit róla, ezért Silas mától hát lefokozásban részel, és mától nem bírja elvégezni a szekretári feladatait, ezért muszáj lesz, hogy vice president legyen. Hát jó. Az igen. Úgyhogy gratuláltak Silasnek, mert mától vice president. Le a kalappal öröm. Gratulálok. Grat. Szép volt, Szilas. És Anastia mostantól pedig egy inas. Na ez nem volt. Én már vagyok vice president. Most azt hittem, hogy amúgy tényleg eltűnt kokainunk. Tényleg eltűnt. Tényleg eltűnt, de már régen. Ez főszív. Ja. Mi? Ki lesz az új szekretári? Nélkülem szívtad a kokaint? Na baszki. Ki lesz az új szekretári? Hát... Nekem lenne egy javaslatomra. Na figyelek. Megengeditek. Az úriember itt mellettem, mivel? Nála szokott lenni mindig a pénz egyébként. Ez oké értékem, viszont egy bajom vele, hogy roma. jogos. És hát nem akarok roma, újra mutogatni, jó? De itt voltak egyébként más romák, és ők meg folyamatosan meg akartak minket lopni. Igen? Én nem vagyok igen. Roma, jó? Mexikói. Nekem a másik... Akkor benne vagyok. Nekem a másik javaslatom az Blake lenne. Szegény régy, meg kinézitek, csak azért, mert 18. Nem. Csak ez a javaslatom. Ezek a Blake? Neked? Meg neked meg Esposito? Igen. Anastia, itt lehetne helyesnek erre a feladatra. Hát semmiképpen sem Javiert. Miért? Hát mivel egy sergeant, úgyhogy igen. Meg egy sergeant at arms. Egyébként én is Expositót látom szerintem. Alkalmasnak, hogyha elnyomja magába a roma vért. Kett. Szaszletes ő. Nem tudom, én inkább Ashley-t mondanám. Réri, nála ne próbálkozz leszbikus. Nem a vér, de a nők mindig jobban vezetik a háztartást, mint a férfiak. Ez igaz. Ez igen, tényleg. Akkor ő takarította ki a WC-t. Ellenben a pénzt jobban költik, mint a férfiak. De hogy van, kitakarít, tele van szarva. Mindig a roma van egyébként. Ott van az izé szarba, az meg benne. Tényleg? Nem. Nem húzza le senki. Hát,
Csak miért szóval kellett beleszarni? Új, bazd meg! Ott de az érted, olyan dél. Ezt lehúzom, nagyon büdös van bent. De Javier megnézi és nem húzza le. Ott hagyja. Amúgy szerintem az két ember csinálta. Én nem húztam egyik úgy. Egymás alé beültek azt úgy. És Blake azt mondta, te is Espositót látnád? Hát én meg még elgondolkodok rajta akkor. Mi vélemények ezekről az új prospektekről, meg a beszer, vagy prospektről, meg a beszerző embereinkről? Valaki, valami? Pozitív, negatív? Hát én nekem a prospektől a hátamon is a szőrfutkos. Szint úgy? Isaac-től? Már itt igen. A prospekt, igen, a szöbbivek csak még jelölt, ugye. Hát igen, és a jelöltektől? A jelölteket bírom amúgy. Megszer vagy a Steam Galaxy RP-n játszom, Krisz. Elég szorgalmasok egyébként. Igen. A Duardo, az AJ, a Jack. Papó is nyomja neki. Papó is nyomja, ja. Az az izé meg a Kopasz is nyomta, nem? Ja, igen, azt mondom, ez a négy ember, ebben van potenciál bőven. Mondjuk én egyébként AJ-t meg a Kopasz lassan úgy gondolom, hogy lehetne rájuk. Hát ők már lassan megvannak. Igen. Más egy hete vannak itt szerintem. Kopasz az kicsoda? Az a Jack? Igen. Igen. Miért Kopasz, ha van haja? Hát mert azt mondta, hogy az a neve, hát mit tudom. Megnőtt a haja. Ja. Azt mondja, levágja majd megint. Expo Vimale újra, Pici. Jó, az, jó, mondjuk akkor azt a kettőt szintetek, mondjuk akkor holnap kinevezhetnénk prospektnek, hogy mi legyen velük. Igen. És akkor ezekkel mi legyen, az a klubszavazás kéne eldönteni, hogy most érted, dobj be ide a tóba mellettünk, vagy? Én most vett egy motort szegény, nem? Aha. Jó, azt jó, is milyen veszekedés hát, árán. Az a baj, nem voltál itt. Én úgy lebasztam múltkor, hogy az fú, apu is most vett egy bokot. De mi volt a baj vele, valami avassatok be akkor. Hát az pont te így oda baszta egy elém, hogy az meg ne hívgassa meg szerint. Hallod száj lesz, ne suttogj, mert alig hallak amúgy. Most már hallasz? Most nagyon jól, igen. Már csak Anastinnak kéne, nem is suttogni. Jó, ja. Elnézést. Mondjuk az nem baj, ha ő inkább csörbe marad. Szeretek. Egyet értek. Kussolj már, te 18 éves kis fika. Éppen megbeszélésen vagyok, majd visszahívna? Köszönöm, kis hal. Isten faszát az a taxa. Jó, az öreg. Na, annyi történt, hogy kellett még neki pénz, és mondta, hogy ő nem fog favágózni, meg nem fog elmenni dolgozni, mert hogy az $4000 azért. Azt mondta, hogy ő nem fog egész nap fát vágni. Így nem, ő azt mondta, hogy nem fog egész nap fázni. Igen, nem fog egész nap fázni, ezt mondta. De nem azzal volt a baj, ezt így elmondtam, mert amúgy nyilván nem kell. Csak ahogyan előadta, itt az előadás. Jó, azzal egyet értek. Arrogáns volt. Arrogáns, flegma, nem tisztelte a nagyobb rangúakat. Így van. Ja, ezzel van probléma, igen, a módba is. De mi dobjuk bele a tóba itt mellettünk? Hát nem tudom, én ha megszólal, akkor legszívesebben saját magam lőném fejbe, és húznám végig az utcán. Ez mondjuk jó lenne. Én levágnám a fejét. Hát azt már azért nem kell. Na jó. Hát nem tudom, szerintem csak dobj be ide a tóba, azt a dagat transzexuális prostit dobtuk, nem? Igen. Ja, meg hát nyilván vegye le a mellényt. Ja, meg lőjünk utána a vízbe. Ja. Ja, hát igen, hagyj egyen meg. Aztán levágni a fejét. Hát, ja, majd a cápák megeszik. A cápák a tóba. Akkor, bárki, ja, hát Javier, te mit gondolsz, akkor menjen, maradjon. Menjen. Silas? Menjen. Esposito? Menjen akkor. Ray? Maradjon. Ray nagyon ragaszkodik hozzá. De nem tiszteli az embereket, nem tiszteli a nagyobb rangúakat. Úgy beszélt Silas-szel is, mint egy utolsó senkiházival. Hát jó, vélemény van. De ne így mindig segítve, igazad van Ray. De ne így nyilvánít, csak érted. Adjál meg a tiszteletet. Oké a vélemény nyilvánítás, de ne így. Azzal sem volt baj, hogy valaki véleményi, csak hogy hogyan adja elő azt, ugye? Azzal volt a probléma. Nem baj. Olyan érzésem van, mikor mellette állok és megszólal, mintha én nekem még ki is kéne törölni az ő seggét, mert végre szóba állt itt valakivel. Nem egy kibaszott 10 éve vagyunk, óvodába vagy iskolába, de a tiszteletet adja meg. Ezt így egyet rakérteni ebben, igen. Jól beszélsz, Javier. Főleg prospekt. Köszönöm szépen. Na. Jó, akkor Blake? Menjen. Ashley? Menjen. Anastil? Menjen.
Hát én is azt mondom, hogy menjen. Találunk helyette jobbat is, ne aggódjunk. Hát, itt van négy jobb. Persze. Hát akkor közeljük vele. Ugrik vagy csak golyó? Miért nem kell, meg nem kell előni. Jó, azért kérdeztem, mert itt már... Egy-két ember lehet volna. A sebesség. A sebesség. Hello! Szia magunk! Szevasztok, mi a helyzet? Nem lassú. Minden passzasztok. Jó, beszélgettünk csak. Igen? Duárdo, adtál már izét? Füvet az öregnek? Nem. Te csak lassú. Kaptam egyet. Hát akkor csak adtál. Figyelj csak, Isaac, gyere egy kicsit. Vagy az is a többiek messzebb mennek. Nekem mindegy. Prospekt jelölt, ura. Az is jó. Duárdo is prospekt jelölt? Azt mondta, igen. Igen. Ja? Wow. Jó, be van lassú az öreg. Nehéz neve van, Duárdo. Ja. Hát jó, csak vagy ötször mondta ki, mire megjegyeztük. Duárdo, Eduardo, nem? Vagy valami hasonló. Fasz tudja. Figyelj, ezek itt most volt egy klubszavazás itt veled kapcsolatosan, hogy most hogy mi legyen a jövőddel, hogy most érted member legyél, vagy nem feleltél meg nekünk, stb. Tartottunk itt egy közvéleménykutatást magunk között, hogy szerepeltél eddig, stb. És hát sajnos úgy jött ki a dolog, hogy hát itt most véget ért a Sinners MC-ben a prospektes szolgálatod, ha úgy behetjük az egészet, szóval hát kérlek, vedd le a mellényed, aztán széles utat kívánunk. Sajnálok, ez így történt. Tehát biztos vagy benne, hogy valahol megtart majd az igaz helyed. Hát legyen. Jó, hát elvégre köszönöm szépen az itt töltött időt. Akkor... Rendőrök, meg egy szót is szólsz, levadászjuk a családod. Érted? Remek. Jól van, akkor kérlek, vedd le a mellényed, aztán... Vagy ilyen búcsút mindenkit, akire szeretnél, aztán menj utadra. Na jó, takarodjál innen, hogyha így csinálod, akkor. Most azonnal. Na jó, a kubai vér. Silas! Na, hordd el magad. Hordd már magad, basz! Normális vagy ember? Mi csinál? A jobb kalibert nem tudták kihozni. Én mondtam neki, csak félelmetés széljából. De lövi? Jó, elég drága a lőszer. Á, annyira most már nem drága. Ja, igen. Kérlek, megtaláltátok a helyet? Meg. Jó, fasza. De mi ez, he? Mindenki nyakán ott van a színes kurva nő. Hát igen, ezt én sejtett. Lehet, hogy egyébként így mi az? Így mindenkinek, vagy én nem tudom. Igen, így dolgozta magát fel. Belül. Belül, mi az, amit a belső vérzés? Hogy belül. Belső vérzés. Hát azt a szájász okozott neki. Nem igen. Kifelé könnyezzen, nem befelé, vagy micsoda? Igen. Na jó, Jürgen, felhívjátok, aztán intézzük ezt a kibaszott farkast. Nyomjuk, mert soha nem fogunk a végére jutni. Elsírta magát. Lehet, nála is megszűnt méz. Lehet, ő szűnt meg. Szavasz, Jünger. Akkor lehet, megindulhat az akció, Milyen hozzá motorban? Valahogy oda... Igen, még nem értsd össze. Hívja föl, oldja hívja meg. Már föl, baszki, most nem érünk rá egész nap, hogy itt a csávornak izé... Gyors, átöltözök, mert nem bírom ezt a kék nadrágot amúgy. Jó, hívja. Elvihetem valaki motorját megint. Amúgy elviszel a saját motoromig? Itt van a nem messze lévő garázsba. Mindenki szül, nem csak Mész szül. Mész át, mondta is, hogy egyébként... Lord Parki? Nem, bejelöltem. Mondasz is, hogy egyik moderátortól lett Vemhes szegény. Nem, hogy... Miért valaki komolyan veszik Mészbe, éve ivartal itt van. Nem, nyugi. Nem tudom, mire beszélek ma. Hogy micsoda? Miért nem a közelebbi garázsba tartod a motorot? Nem tudom, mert lázadok. Na jó. Azt hittem, abból már kinőttél. Én vagyok abban a korban. Új kupant kaptam, futpannán? Jó, de jó nekem. Ez remek hír.
ledlenünk kéne chat, hogy majd a Universe streamen ott van ilyen egész jó ötletelős terv, hogy mi az, ami így update-ekben kéne legyen. Így megnézhetnénk az ötletszobát kicsit bővebben, aztán abba. Köszi szépen, megnézhetnénk az ötletszobát bővebben, aztán ott kiemelhetnénk olyanokat, amiket mondjuk tök jól ki lehetne vitelezni, kicsit tovább gondolni őket, ilyenek. Magnumnak milyen jól áll ez az óra amúgy. Már megszoktam, mindig kesztyűbe van. Ez a motor sokkal jobb, mint a Desperado, nem? Csak szerintem. Ez a kéking, ez valahogy nem tudom. Ez a én ilyenrel is... Magamat RP-zem, bazd meg. Ilyen is csak feketét hordok, vagy sötét kéket, vagy olyat, ami sötét színű, és semmi világosat, és... Nem bírom elviselni. Jó napot! Üdvözlöm! Tisztelet. Tiszteletem, esetleg kinyomozták már, hogy engem miért zaklattak szexuálisan? Nem tudok róla. Odaadta a bejelentése Maxelnek? Persze, odaadtam. Tényleg? Igen, odaadtam. Remélem is. Remélem is. Jól van, további remek napot. Menjen már rendőr. Mondod? Hát azért a kutyának nem kell lesztek tohonya, hálátlan faszpisztoly. Sziasztok, úgy döntöttem, hogy egy kisgyermeket szeretnék örökbe fogadni. Anastilt odaadjuk örökbe fogadásra. Erre vette a pisztoly, nála volt a sokkoló, nem pisztoly volt, de ja. Segítsetek öltözni. Szóval, ez az ink szerintem maradhat amúgy. Mert nem rossz amúgy. Alapvetően, de szerintem feketébe kéne mindenképpen alkalmazni. Vagy a pirosnak. Amúgy ez talán azért mondom, mert nem olyan élénk szín, és meccsel a prezidentes patch-sel. Ez szerintem, hogy fasza lehet így. Mit szóltok ez a bordó árnyalathoz, chat? Mit szóltak a bordó árnyalathoz? Működhet? Nem működhet? Mit javasoltok? Csak akkor másik gatya, hát igen, úgy gondolom, hogy fekete gatya amúgy. Én azt gondolom, hogy szerintem, hogy ilyen, mert ez... Várj, ez ilyen szürkés, nem? Nincs fekete ebből a nadrágból? Mi? Várj... Ez most milyen? Ez most fekete amúgy? Ez most ilyen sötét szürke, az előzőnk ilyen kékes volt, nem? Ez most fekete? Ez ilyen szürkés feketés, nem? Isaac, az minek hívott téged egyébként? Nem tudom, minek hívott. Olyan a cipő, mint a katonasága? Hát most milyen legyen? Lehet, hogy csak berekedt hirtelen, és azért nem akartak jönni. Aha, gondolom. Mindegy. Hallani hallott, azt nem akart elmenni, hát most... Amúgy ez talán jobb amúgy, mert így érted, azért mégis motorosak vagyunk. Szóval... Szerintem ez mondjuk jobb lehet amúgy, mert... Mégis kicsit ilyen leharcolt, mert... Ilyenek szerintem ez fasza lehet. Ez így? Mit van a chat? Így mehet? Nincs pénzem. Mi szerint... Jószáj lesz. Vadnám $900 tegnap, nem? Tudsz küldeni egy kis pénzt, mert szerintem eltetováltam az összeset, és nincs pénzem ruhára. Persze. Egy 0007-esre. Nem tudom, hogy tegnap még volt egy csomó pénzem. Köszi szépen. Hát akkor még egyszer. Szóval, vagyis volt, hogy a... Ez ment bordóra. Jaj. Ilyenre. A nadrág... Alapból egyesen volt, szóval alapból ezen kellett volna legyen, és a cipő meg ment erre. Jó. De így azért jobb szerintem. Mit szóltak, chat? Elmentjük ezt is, ez kitörjék a faszon, ez nem fog kelleni. Na ez... Jó. Dupla mentés széttriggerel amúgy.
Elintézte Jürgen közben a tag? Vagy Jürgen a tagot? Az a baj, hogy nem csinálja a telefon. Nem tudja felhívni Adrian. Na mondjuk az tényleg problémás. Hát de nem már. De most mit csináljak? Az Adrian mindig itt szokott lenni ilyenkor. Vagy raboljunk el Coopert, és mondjuk azt, hogy becserjük Adrianre. Így akarod, akkor jó, nekem mindegy. Hát ez az a baj, de hát most Adrian nem fog itt teremni egy pillanatra a másikban miatt, nem? Hát, nem tudom, meg lehet csorsolni. Reports, clear. Meg, amúgy nagyon világos a játék, amúgy csak szerintem. Meg kell az agyabba, azt itt tükölték. Becsengettek a házabba, hogy kontrolt. Talán ez egy fokkal jobb, szerintem. Fokkal jobb. Bob az út közepén? Hol? Nem hiszem. Fajlesz, hallasz most? Éppen telefonált. Oké. Okay. Valamit kéne csinálni, mert meg kell szerezni az urat. Ilyen száma meg sincs számomra. Coopert fel kell hívni akkor. Mit akar Magnum? Jó napot Cooper, Adrian keresem, hogy esetleg ő is aláírja a petíciónkat, hogy kadéthenyen. El tudom érni valahogy? Én szerintem jelenleg nincsen szolgálatban. Nem tudja mikor lesz, mert nagyon szeretem. Van egy kikötésem ehhez egyébként. Micsoda? Körül a petíció, és kérünk önöktől valamit. Ha jó, de hát Adrian megkapja a kadét mellényt. Kikötésünk, hogy Exposito akkor annyi idő alatt nem tarthat magánál a lőfegyvert. Egy hétig? Hát abban nem fog belemenni Exposito. Milyen Exposito? Mi van? Hát azt mondja Exposito itt Cooper, hogyha Adrian egy hétig kadét lesz, akkor nem vihetsz magad a fegyvert sehova. Jó. Jó szét vagy varva öreg. Mi az a skorpió a fejeden? Várj, ez egy bogár? Lecsapom, várjál. Nem bogár. Gyere ide! Jaj, csapkod a telefonnal. Ja, bocsánat, igen, nem sikerült szerencsére. jó, legyen, beleegyezünk. Még én sem hiszem, mert jó, amúgy csak megpróbáltam. Egyébként nem, Adrian nincsen szolgálatban jelenleg. Ez nagyon szomorú, Adrian nincsen szolgálatban. Sajnálta, hallom. Az Anastia. Holnap szerintem meg tudják keresni. Na. Holnap? Hát már 3 napja rávárok egyébként emiatt. Soha nem elérhető. Nem volt. Hát ezt nem hiszem el. Igen, hallottam, hát ezt nem hiszem el, ez Adrian van. Amúgy kinek képzeli magát? Mennyit? Mindig csak holnap, mindig csak rávárunk egyébként. Szóval hallottam, hogy valami illegális ribanc egyébként a csaja. Hogy engedhetik meg ezt a legális ribanc? Mikor hozzák? Mit mondtál? Egy illegális ribanc, aki bankot rabol, embereket rabol, ölgyilkol, a kokain földeken megtalálta, hogy ilyen emberrel van együtt, és maga ezt beengedi, hogy a rendőrkapitány helyettes egy ilyen csajjal legyen még együtt. A munkarovására nem megy, és nem korrupszolik, hát ott így... És mi van egész nap, érted? Mi van egész nap, be van drogozva, sose lehet tudni, mit ad neki. Ketamint, kokain, bármit adhat neki. Lehet Adrian tegnap is azért hozta meg azt a döntést, hogy lője le a társémet, mert majd be volt ketaminozva. Ezt soha nem fogja kideríteni, hogy csináljanak vele egy pisi tesztet, vagy egy vértesztet, hogy nem akkor elindul a belső vizsgálat. Jó, rendben. Én elkapom. Viszal. 10 kokóért egy. Valami nem tudom, böngésző, hogy egy Rockstar Launcher, de lehet, hogy tett egy GT5-et, valakinek van valami megoldása esetleg. Másik böngésző? Másik böngésző? Igen, mondjad. Kérlek, segítsetek neki, játszani akarunk Istivel. Ja, az jó. Ja, hol nem szarom le? Hát a kokain az kurva drága. Segítek amúgy is, nem ezen bulik. Kurvára veszélyes. Másik meg észre sem jó, sajna. Nem engedi, hol áll meg barna az egész? Jó, megbeszéljük. Na csak kurva, na csak. Most épp fel Ikolinak segített. Ja, jó. Ja, jó. Na, ha váltok intézett 10 kokain, mire egy AK-t. Valaki tud adni kaját? Tudok. Apátoknak nincs kajája. Most határolódtam el Suritól. Édese volt. Miért Gyuribe? Ücsi is kell. Nem, az meg vagyok. Ücsi? Kis Fanta? Kóla. Most mi van? Ez a térje karma, hogy nem működik ide, a Windows rendszer az oldal. Így beszélni egy nézővel.
Akkor majd lassan indulunk. Hát az első üzenete az, hogy segítsek valakinek, mert hogy valaki mással akar játszani, és Istivel feltételezem, hogy Istivel a streamerrel akarnak játszani. Most mit reagáljak arra, hogy valaki beír, és az első üzenete a chaten az, hogy a másik streamerrel akar játszani, és segítsek már neki letölteni. Most erre tényleg mit reagáljak? Most így... Miért nem írja be Google-re, érted? Én szívesen segítek, de nem azon múlik. Most nekem miközben az, hogy ki mivel akar játszani, meg ki kivel akar játszani. Azt mondja, na majd lassan indulunk, és a szendi szerelőhöz megyünk szerintem. Akkor majd nem tudom, tudunk elmenni, majd szerelünk. Hogy ott lesznek a szerelőhöz. Hát akkor szerelünk kéne már most. 42 és még T.O.-t is kap. Na jó, nem rosszból. Hogy ott kéne várni. Megyünk, ja, megyünk gyorsan, jó. Hozzak fegyvert. Szendi akát, hozzak egy akát. Hozzak egy akát. Abban milyen kell? 62-ben működik. Van belőle 170 először. Most egyelőre. Motorra menjünk. A rumpót kéne hozni, nem? Rumpom hát ez nincs, lebeg. Ramot tudom maximum. Nincs semmi, aminek így hátul nyílik ki az ajtaja? Szerintem nekem kézre nincsen. 262? Nekem se. Azt hiszem, ha. Amiből van 200 vagy mennyi? Mi nem, 180. Azt nézd! Ricky Magnum az alkával! Nem csak tudjátok, hogy olyan kocsi lenne menő, aminek így beülünk a hátuljába, azt onnan folyik az alkát, az elég menő. Oda nézz! Becsajozom annyit. De felvettem. Főhívom az egyik haveromat. Fogsa. Jó, oké. Most mi jöjjük, vagy jöhetünk mi is? Megkérdezem. Így van. Várj, szerintem úgy a... Jöhettek, várjál, megkérdezem. Mondjuk van valami maszkotok, vagy valamitek? Kérdések hát itt nálam is a boltban van. Lehetek, te fel tudsz adni maszkot, Eduard? Nem. Eduardo. Jó, mindegy, téged is megismernek. Nem zavar egyébként. Hallod, Silas, jöhetnek a prospekt jelöltek szerinted? Vagy többiek? Mit mondtok? Szerintem jöhetnének, nem? Nem leszünk kicsit sokan. Hát mondtuk nekik, hogy jöhetnek. Szóval... Szerintem nem, mert úgy vagyunk 10, nem? Igen, úgy lennénk. Tehát nem voltunk. Jó, hát akkor jöhetnek, nem? Persze. Hát csak legyen náluk fegyver. Van nálatok fegyver? Szóval hogy volna? Egy boxerem van, csak azt mondja. Adjak nekik, vagy mi? Hát nekem nem kell. Sajátjuk. Nincs sajátjuk. Várjál. Tudok menni a fegyverboltba. Duardónak van, meg van az öregnek is akkor. Hát van annyi pénzetek? Ne adjál, ne adjuk. Van, hát ja. Tudnak benni fegyverbolt, hogyha olyanok. Van 2000 dollárom. Izének nincs egyedül. AJ. AJ-nek nincs egyedül. AJ. Az majd elharapja a torkukat. Jó. Hát, kés, akkor annyi, hogy te majd foggal támadj. Oké. Okay. Nálam van egy kés. Jó, nyomjátok azt, akkor itt találkozunk. Elviszol a motorom még? Még egyszer? Nagyon-nagyon komoly autó lett. Jó, itt vagyok klubházzá. Gyere kaszinó parkolóhoz. Jó. Majd kaszinó parkolóhoz gyertek. Kaszinó parkolóhoz gyertek majd. Szia! Alcénél! Hello. Szia Nóri. Deja vu van. Itt várjuk, hogy hozzák a kokaint, majd akkor én elintézem Bobot. Csatlakozok hozzátok. Mi? Meddig várjuk Bobot? Nem várjuk Bobot, csak a kokaint várjuk. Szevasz Bob, mennyi idő alatt tudsz ide érni a kaszinó parkolóba? Mennyi? Van kettő. Jó? Én pont nem látom. Igen, mondjuk most már kevesebb. Mondjuk én nem látok semmit, én adom be egy kicsit, mert most fogom a fegyvert? Hát 10 kokaint, igen, de 2 percet van ide érni. Ide tudsz élni? Bob? Odaadom a... Ke? Hát 2 percet van ide érni az AK-val. Aztok, mi a pálya? Figyeljetek csak! Ide hoztam nektek a 100%-os kólát. Már voltak le annyi igazából, tennap nem tudtam. Mondtam is a szállásnak, hogy mi a fasz van vele. És szerintem szükségetek lesz a kokainra. Mert akik voltak leadni, mondták, hogy nem csak pénzt ad. Úgyhogy azt majd nézzétek meg, aztán így lehet, hogy így a biznisz is egy ilyen 60-40-re felénk így lehet, hogy átbillelhetne, mert ti nagyon jól jártok így vele.
Jó, majd még megbeszéljük azt. Ja, azt nézzétek meg. Ja, azt azért mondom. Hát majd megbeszéljük amúgy, nem most döntsük el szerintem. Ja. Jó. Azért mondom, hogy azt nézzétek meg. És akkor utána beszélünk, ezt azért nem is akartam eladni nektek, hogy mondom meg. Ja, jó. Most kicsit sietünk, szóval pörgősebben, öreg. Ennyit akartam, de akkor majd, hogyha sietek, akkor beszélünk, mert még van egy pár ilyen. Csak adtál. Hát igen. Tíz alapanyagból. De nem, tízet mondtunk, hogy tízet hozzál. Mi? Ne, mi? Nem is mondtál tízet? Annyit mondtatok, hogy... Nem is mondtatok semmit, én mondtam, hogy hozom a kólát. Hát nem azért, ha tízet adtam, akkor nem tízet kéne visszaadnom? És nem, 50-50 százalék. 50-50 százalék. Ja, várj. A tíznek a fele az öt. Te vagy Vice President. Jó, ja, van már. Adtok majd megint tízet, azt megyünk holnap megcsináljuk, és akkor hozunk megint ötöt. De ezt így beszéltük. Vagy majd azt megbeszéljük, hogy így finom. Jó, mindegy. Ez mondjuk igaz. Mindegy. Vagy jó, jó. Bobos témát, menjünk inkább. Ja, menjetek, köcsőtök. Köszönjük, szavaztok. Nincs fit. Jó, és hívnak mindenképp. Szevá. Hozzam a kokót magunkkal, vagy ne? Ne. Zsajunk, induljunk. Biztos vagyunk, biztos nem vagyunk túl sokan ahhoz, hogy jöjjön a három izé, prospect jelölt? Nem. Szerintem viszont sokan vagyunk. Szerintem egyet többen vagyunk. Számoljunk, állj meg. 2 a kocsiba, 6-8. Hát ez bőven sok. Sok? A papót azt mindenképpen hozni kéne, ő nagyon jó. 80 vannak Sárlás, most itt, hányan mentek el? Tyler, egyelőre mentél vissza a klubházhoz? Igen. Akkor 9-en vagyunk, akkor max egy tud jönni, Anna, de az meg mi, hogy egyet elhozunk, az 2-t hatadjunk. Egy már van itt velünk most egy is. Egy már van itt a sorba. De ja, igen, ki? Nincs fegyvere. Neked nincs fegyvered? Akkor te mész vissza a klubház, bocsász. Okay. Hozd a 2 tüzét, prospect jelöltet, aki ott van, azoknál van fegyver. Ez a, aki itt van, az meg vissza megy klubházhoz. Duardo meg izé jönnek, akkor az öreg, az kész. Sandy reptére kell menni, mert ott lesz Adrien? Jöhetünk. Igen, mehetünk. Megjelölni, de nem voltak ott a klubháznál, vagy most nekem kellett volna hoznom őket? Hát ha nem voltak ott, akkor mindegy. Ők majd jönnek, elmentek fegyvert venni, igen. Most hova megyünk? Sandy reptére megyünk? Igen. Szerelőterepre viszik. Hát a Sandy reptérben lehet is szerelőterep, nem? Jó, és akkor annyi lesz, hogy kérünk érte egy X pénzt. Elviszük valami helyre, kérünk egy X pénzt, aztán kifizetjük az X pénzt, utána pedig leszúratjuk a Jürgennel, ugye? Aha. Jó, legyen így. Utána meg a Jürgent. Utána meg Jürgent is megöljük? Mi? Őt ott hagyjuk a rendőröknek, nem? Nem, az jobb lenne, hogyha ott hagyjuk a rendőröknek, mert akkor a rendőrök felük bele fog foglalkozni, érted? Hát... Nem kellett volna még egy ember ebbe a kocsiba? Hát ja, lehet. Ahogy akinek alkája van, még jöttet van ebbe a kocsiba. Milyen kemény ez az alká. Csak te hoztál most alkát. Hova menjünk akkor mi? Sandy szerelő. Szerelőhöz. A nagy kis úr édes nem lesz egy a szerverem? Hát ez sok problémát okozná ilyenki. Én mondjuk múltkor kivoltam bannolva, hogy a Csucsi anti csítja általam, hogy csak mondanám. Szóval Csucsi már egyszer kibannolt. Kis köcsög. Mi a fasz? Mit csinálsz? Aj, Anász írte, 50 éves szutyok. Szutyok. Egyenesen nem tudunk menni, amúgy komolyan mondom. 40 éves szutyok. Ja, úgy 40 vagy, nem? Igen. Én is. Tényleg miért jövőbez? Erre rák vigyene. Éged meg a prostata rák. Az ugyanaz, nem? Hát, nem tudom. Lehet van összefüggés. Jó. De van, ott van a szerelő. Tipen szintiben, ez nem a reptér mellett. A reptér mellett nincsen, nem, bocsánat. De ott van a izénél, a boltnál. Megszereltetjük ezt a szart? Nem ártana. Jó van. Az ott bárki más alkád, nem? Nem, csak te. Hát itt a kutya nincsen egyébként. 5 darabban azért nem. Itt nincs senki. Még nincs. Elütötték estit. Biztos, hogy ez a szerelőtele? Elütötték estit. Egy az, amelyik a banknál van. Meg amúgy, ha itt állunk ennyien, akkor kurva nem fog érni senki. Hol kéne bújni? Most le kéne fixálni,
gyertek, gyertek majd. Igen, el. Menjetek vissza, elesett. Az a baj, hogy én szerelek. Itt van Adrian, most ők ütötték el izét. Ja, akkor... Gyorsan. Menjetek. Jó, most már ezek 10 másodperc. Nem jövünk, megy jövünk. Ez a szar. Siket. Na mondja. Meglepi. Rakja fel a magát. Jó napot. Jó napot. Örülök, hogy látom. Rakjuk be a kocsiba. Még gyors. Te félsz, hát nézegettem azért. Nézd el, ezt rakjak rá a kötelet? Jaj, szerintem. Megkérem majd az urat, hogy mindent dobáljon ki majd a földre, hogyha lehet. Mindent? Mit szoktatok elvenni amúgy? A rózsámat. Őszert. Elveszem innen. Eltüntöttem a kocsit. Jó, a fegyvereit elég kidobni most, hogy szerintem a bilincsét tegyem még ki. Meg a gumibortot, meg az éjjel. Azt nem hordok. Álljon be hátsó ülésre, gyerünk. Maga is. Még pakol. Menjen be. Jó. Kipakol. Köre is elvettetek mindent? Igen. Yes. Igen. Az életemnek. Halló! Vigyük őket valami magas helyre, én azt mondom. És ez menjünk, mi? Menjünk el gyorsan, mert ha sokáig van a jeladó ott, akkor összeveszik a rendőrök. Az úristenit. Valami ötlet, ha hova kéne őket vinni, vagy magas helyre? Trap Citybe. Az jó egész magas. Jó, az mehet amúgy. Trap City az nagyon magas amúgy. Van egy domba előtte, arra van szó. Hát most ezt egy elütés. Ja, magas helyre. Magas hely, most ha egy túlzdrámát csinálunk, nem egy Trap Citybe kéne szerintem, ahol úgy körbe tudnak venni, ahogy akarnak. Az a falu ott, a Chiliárdnál. Igen, az jó, amit mond Izé Anastil, a pucérfalu? Azt akartam mondani, a pucérfalu. Jó, akkor mehet a pucérfalu. Csak egy járata van, az nem baj? Na jó, nálam meg két rendőr van. A hegyre is lehet menni. Akkor eljövünk, akkor már egy se lesz. Megoldjuk, jó lesz az. Nem lesz gond. Gond, jó. Úgy, hát azért most kabaj tervezések lesznek. De gyakorlatilag most, mindjárt meglátjátok, igazából nem mondok semmit, tudjátok mi, majd meglátjátok mi fog történni. Fogom majd kérek. Hogy nevettek. Osztogassunk majd részre, osztogatok. Lőszer magas neke. Nekem a füle magának a szeme. Mi történt a fülével, rendőr úr? Kilőtték. Nem kár érte. Ja, köszönöm. Kiszakadt a dobhártyája is legalább? Mi? Kiszakadt a dobhártyája! Ezt már hallom. Nekem igen. Kicsit. Csak ott a hegyre mellettünk majd. Bocsánat, nem akartam kiabálni, nem szeretek ilyen agresszív lenni. Néha kihozzák belőlem az ilyen rendőrök, mint maguk. Főleg Adrian. Csoda, hogy most nem volt magánál M4. Mindig előkapja, aztán itt halonászik vele. Nem, nagy hídra. Hát még jó, hogy. Maguk mi az, hogy még jó, hogy? Kalasnyikovokkal halonászik. Életemben először fog kalasnyikovot a kezembe. Ez egy kicsit késik a Unibet stream, mert hát nem hiszem, hogy ennek a szétónak vége lesz egyébként. Nyolcig. Azért csak hozzá Williamet, nem? Azért csak... És hogy fér ide, ha? Hogy fér ide? Ki? Hát kedves Magno. Hogy érzi? Nem jön. Mindent tiszteletem. Nem is értem, miért kérdezik. Rám neked, hogy marad megjelölt. Meg az egyik, aki ott marad, és jön. A kapitányunk helyette. Oké, de már itt van velünk. Mi az, hogy ott marad, vagy nincs itt velünk? Vagyunk még ott. Ja, de... Hogy akkor papó, mondd a másiknak, hogy maradjon, te meg gyere. És akkor William. Gyere, Williammel, pucérfalú. Mi arra szó a tízfős izé? Hogy is kell menni oda? Így. Kövesd az utat. Egyense. Balra. Megy? Pucérfalú, te nagyon nézni óta. Ha abból a kotlából kinézni, hát akkor lehet látna is valamit a nasz. Egyet tudok érteni vele egyébként. Vigyázzatok, ne van az út közepén. Ült is benne egy fali. Írta, hogy... Igen, láttam. Ezt írta, hogy fasz? Igen. Megyek fel. Mehet a fogadás? Predik, túléri a Magnum? Mehet? Hozzá fegyvert, lőszerrel. Látod, még ezt jól megcsináltam. Na gondolod, Keblát is. Most miért én?
Hát meg kiütött el. Mert mindig valakit hibáztatnia kell, meg a félszemét fasznak. Az meg a másik. Egyetértek. Nem mellesleg, ő nem áll. Megáll, meg akkor meg... Hat lőtt ember itt bőven. Szálljanak ki! Hozz egy kis lőszert. Gyerünk ki oda a sziklához, gyerünk! Nektek is kell? Ja. Ja, adok, de jó kell. Itt álljanak meg. Édrien, mit gondolom, mennyit fizetnének magáért? Értem. Persze. Jó sokat, nem? Tele vannak maguk pénzzel. Mi? Dehogy. Igen, gondolom, persze. És Jürgenért mennyit fizetnének maga szerint? Egy dollárt? Ha én értem, fizetnének 100-at, akkor érte 50-et. Ahol tető fele annyira jó ember, mint maga, azt mondja? Abból kiindulva, hogy milyen beosztásban van. Ez elég csúnya. Ez tényleg elég csúnya, hogy mondtad ilyet? Hát azért, csak azért, az egyért. Meg mert süket. Tényleg? Maga legalább... Igen. Nem mondj, igen. Ezt be is vallom. Hát nehézett ne letagadni. Hát igen, igen, persze. Na, mondom akkor mi lesz. Felhívom Coopert, hogy nálunk vannak, és hogy itt az ideje annak, hogy hát kifizessék végre a tartozásaikat felénk. Úgyhogy addig beszélgessetek velük egyébként. Meg is verhetitek őket nyugodtan. Ugye Adrian? Jó, tényleg, itt van Adrian. Tudod, miről beszélsz. Pont nemrég hívtam Coopert, hogy Adrian hol van. Tiszteltem Cooper, jó napot kívánok! Mondja, Magnum! Képzelj, én megtaláltam Adrient. Igen? Így van, és a túlszom. Oh. Így van, sajnos nagyon sok mindent tett a klubunk ellen az elmúlt időszakban, ezért úgy gondoltuk, hogy meg kell fizessen ezért. Vagyis hát, hogyha nem is ő fizet meg ezért, akkor a rendőrségnek, szóval hát van 5 percük összeszedni 30 000 dollárt Adrianért, vagy különben kiszűrjük a másik szemét és lelökjük egy hegyről. 30 000 dollárt. Jó, 5000-ről beszélhetünk. 5000-ről? Egy kapitányért? Múltkor egy favágóért fizetek 5000-et, ne vicceljen már. Minden ember ugyanolyan fontos magnum. Hát Adrian most itt egyébként pont most 2 másodperc ezelőtt mondta el, hogy ő legalább 2-szer annyira fontos, mint a másik rendőr túlszunk Jürgen. Szóval azt mondta, hogy legalább 2-szer annyit kéne adni értem, mint egy sima rendőrért. Jürgenért mennyit kaptak? Hát még itt van, úgyhogy mégsem ennyit. Még ő is ott van. Persze, ez így van, jól látja. Na jó, akkor figyeljen. Akkor összesen beszélhetünk 12-ről. Na jó, nem. Legyen 20 000 a kettőért, és akkor abba beleegyezhetünk. 12 000 dollárom van. Hát akkor itt az ideje kölcsön kérni valakitől. Uram, atyám. Ketyeg az óra, van 3 perce visszaívni, hogy megvan a pénz. Viszont... Vannak. Hú. Ja, az csak a szokásos ő. Hát azt mondta én nekem... Nem. Kicsit ironikus, hogy pont most mondta Adrian, hogy ő 2-szer annyit ér, mint a rendőr kollega, a Cooper meg azt mondta, hogy még egy favágó is ugyanannyit ér, mint Adrian, úgyhogy... Hát, azt tudom. Hát most összeszedik nice. Épp a pénzt egyébként magukért. Hogyha sikerül, hát 3 percig van, ha nem sikerül, akkor meghalnak. Igen. Itt mondtam, 42-re, ha 42-ig van idő. Úgyhogy igen, azt mondtam, hívjon fel, ha megvan. De mennyit kérte? Milyen szép a táj. Igazi? Ja, 20 000 dollárba egyeztük meg. Ó! Én is azt mondtam, hogy abba megyek belőle, azt mondta, hogy ha 12 000, igen, mondom, nem viccelődjünk, 20 000 és kész. Azt mondta, 12 000 van. Hát nem tudom, hogy mennyi van. Nem tartom számos senkinek a pénzét. Évem, hol jársz? Tudjék már a paletóba. Jó magasom, milyen jó itt a fenyőfa illat, értitek ezt? Van egy kis kokainotok? Mindig is a fák között akartam kokainozni. Nem érzem. Elsőségi csomagom van, legalább kimegy belőle a kokain. Otthon hagytuk. Kis vitamin van belőle. Megy belőle a kokain az elsőségi csomag miatt? Füvem van, ha kell. Nem, jó, az is sem, hogy eldőrantatok egy cigit, érted itt. Szia, egyet. Már hív is, Cooper, várjál. Hello, jó napot kívánok! Szeretem, megvan a pénz. Megvan a pénz, remek, akkor meg fogom adni itt a tárgyal és az átadásnak a helyszét. Ide jöhetnek, viszont annyi, hogy ne közelítsék meg túlságosan itt a túlszakat. Egyébként itt vagyunk a Pucérfaluban.
aztán itt folytathatjuk a dolgokat, az átadást, illetve a túlszak elengedését, meg hát ugye nyilván a mi elengedésünket. Hol van a pucérfalu? Így van, itt van Paletó, nem tudom, tudja. Ez már nem olyan. Nem láttam egy pucér embereket, de rendben, akkor körbenézünk. Jó. Rendben, visszal. Itt le tudunk siklani motorokkal, hogyha... Kifizetik a 20 ezeret. Előre, nem? Hol? A kapuba, hogy ne jöjjenek be. Jaj, meg le kéne nekünk is csoportosulni a kapuhoz inkább, nem? Igen, ott az egy kés, vagy van nála kés, amúgy. Despacito. Hallod? És el fognak minket engedni. Hallod? Valószínű. Igen? Itt van, amit kiért. Köszi szépen. Valaki adnak is. Egy motorba berakom ezeket a lőszereket. Oké. Nyilván nincs nyitva a motor. Ki ez a zöld cliffhanger? Ez öregé, nem? Hallod öreg, belerakhatom a lőszert. Milyen lőszert? Hát amit találtam annál a félszeműnél. De várj, hát összük szét, nem? Hát milyen de nem, lőszert? Hát csak izé, ez 556 vagy mi az Isten. Ja, az nem jó. Igen. Jaj. Azért... Neki a kapuhoz menjünk, vagy menjünk fel tetőkre? Hát van itt egy ilyen torony, abba fel kéne menni, meg vannak ilyen őrtornyok itt a kapukon, oda be kéne menni, amúgy körbenézni. Én az egyik őrtoronyba följöttem. Hát annyi, hogy odaadtátok a kést a csávónak, ugye az kéne legyen, hogy kifizetik a pénzt, aztán előre küldjük, és hát akkor izé, akkor tudja leszúrni. Adtam neki, igen, adtam neki. Jó. Előre küldünk, és akkor intézed az intézni valót. Kitaláltam már valami jó utolsó szavakat neki, miért lebököd? Nem nagyon. Van valami ötlet? Mondjuk aztól a vista. Vagy eszemű. Isten ad, és elvesz. Az jó. Ez jó amúgy, tetszik. Vagy porrá lettünk, te meg szarrá leszel. Előre áll a kicsit a kocsi, azt hiszem, ebben rakja be a családtartójába a KP-t, aztán... Nem? És valaki bejön vele, vagy mi? Ja. Kivállal be egy nehéz feladatot. Én bevállalom, uram. Mennyire nehéz? Annyi, hogy be kell, hát ahogy mehet a prospekt jelölt is, hát be kell ülni ebbe a kocsiba, ennek a csomagtartójába rakják be a pénzt, aztán meg visszataladsz majd vele, hogyha megvan a pénz. Szerintem nehezebb lesz. Hát ja, csak hát egy csomó rendőr fog körbeállni, fegyver fognak fogni rád, meg ilyenek, nem tudom mennyire volt-e benne eddig ilyenek betevén ember, de ja, annyi a lényeg, meg kell nézned, hogy megvan-e a 20 000 amerikai dollár, aztán visszataladnia megvan. Hát de nálunk lesz még ez a bumburnyák, nem valami. Hát igen, utána elengedjük őket, vagy hát abban a pillanatban, hogy ugye gurulsz vissza és megvan a pénz, abban a pillanatban ugye el is engedjük őket. Jó. Figyelj, szóval menj előrébb kicsit itt. Tehát nem tudod, ilyen 10 méterre a kaput, az jó. Vagy megfordulok. Ricky? Az is jó. Igen? A tényleg mellett. Aztán neked valami. Ez megtöri, és akkor... Ó, kösz! Csiha! Fú, van egy 160 lőszeres alkám, azért ez kemény. Jézus. Fogjuk vissza magunkat. Még egyszer? Jó leszek? Jaj, szerintem tökéletes. Ja, Bálint, cső mindenkinek, szia mindenkivel, hello. Megint hogy kidobta a Twitch, hogy kidobta a Twitch egy disconnected, úgyhogy. Igen? Kérném, vissza a füvet, mert sem belőttek, aztán valami érzéstelenítőkkel. Jó, minne? Hát jó, csak adott lőszert, az közben sem belőtt, nem tudom mi. Igen, hát szerintem az a... Igen. Azok már elég. Most pont ezt nézem, hogy ahogy most adunk át, hogy kattintunk az inventoriba, hogy az alká így célozni akar. Vagy nem tudom, átadásnál néztem. Most arról mondjuk nincs egy hétig elutazott, úgyhogy igen. Kíváncsiak. Mennyi jött az igenre egyébként, hogy sikerül a túlzenem vagy sem. Kíváncsiak nagyon. Árcsit így jutottam le a fegyverre, hát igen, most a valós probléma sajnos. Itt 2,4 millió az igenre, 700 ezer a nemre. Cső, Dagi. Annyi, hogy a motorokkal is eljön közelebb, hogyha menekülni kell, ne kell nagyon messze futni értük szerintem. Tehát így menekülésre készen álljunk rájuk. Nem tudom, van akkor valami hátsó kijárat? Hát, hogyha ügyesek vagyunk, akkor ott hátul van egy kis tombos rész, ami le tudunk menni óvatosan. Az a baj, én a gocsival jöttem meg Anastil is, ugye? Szóval nekünk akkor kicsit szopó. Tenni, hát fel tudunk ülni valaki mögé. Szerintem nem fog kelleni ennyi motor úgysem. Nem kéne lövöldözni amúgy, amíg megvan mindenünk, nem? Persze, nem kell.
Igen. Szerintem. Lehető legszélsőségesebb esetben, úgyis most megvan mindent, amit akarunk, megvan, meg lesz minden, amit akarunk. Szerintem akarnak minket elengedni, amikor majd leszúrja az egyik hát, a másikat. Minket? Hát most az nem a mi dolgunk, az... Vagy hát jó, nyilván. Jó. Ezt értem, de viszont a hátsó kiáraton megyünk, arra kiszámít szerinted tőlük? Már nem beszélsz rádiómagdunk. Szóval, ha a hátsó kiáraton megyünk, akkor arra kiszámít tőlük szerinted? Senki. Hát gyertek már ide közel a motorokkal. Ide a rendőrtúszokhoz. Rendőrtúszokhoz, ide mögém. Hogy oda rakjuk, és akkor ide, meg elmegyünk a izé. Úgy van. Így izé, forduljatok meg a motorokkal. És akkor az nagyon kemény volt, Zoli, amúgy, ez nagyon kemény van. Kicsit Walking Dead Flash. Túlélő falu. Na, hogy kurva jó. Ugye megjönnek a rendőrök 50-en. Még kemény lesz azért. Jutibet, ez stream most késik egy kicsit, de most itt szitu közben biztosan fogom átlőni, majd a vége a szitunak a kosimán, de... Hú... Kíváncsi ezek, majdnem ezzel vagyunk chat, köszi szépen mindenkinek, nagy királyok vagytok amúgy, nagy királyok! Legkeményebb gyékemberek a világom. December 5 hogy fog kinézni, hogy érted? Majd te vezet. Oksa, jó, egyértelmű. Ha mindenképpen megyek anyukámékhoz Angliába, igen, azt tuti. De azon kívül összességében, meg hát új évezni, nyilván megyünk Balatonra. Fújni, ahol nyilván, új év, meg nem vagyunk közvetlen. Karácsony, az valószínűleg nem sok stream lesz, de szerintem ez normális is. Viszont téli szünet lesz, ugye nektek azt hiszem viszonylag hosszú a minden igaz, úgyhogy aztán az túl sokat fogok streamelni. Lesz 12 órás is, valószínűleg 2 is. Lesz egy... Majd a dombot azért nézzük ott fent, már nem úgy. Jó, hát ott egy madár. Ne kirepül a hegynek. Kiveszi majd a kocsiból. Á, majd kiveszem én. Vagy lehet valaki olyan, aki motorral megy amúgy, mert most ilyen ezzel a lomhaszutyokkal megyünk, annyira nem jó. Viszem én a pénzt, csak gyere majd ide, jó. Ahol én állok, Ján Piarba, papó, a kocsival majd. Lász most. Látom. Vette közelek. Lassan ide érnek, nagyon kész, nekem már 7 perce hívott, vagy 8 eszem. Annyi idő, abban bőven kijönne Palettóban, nem? De gondolom szerintem itt jó sok rendőr lesz, amúgy én arra számítok a... egyébként. Akkor abban minden hídom. Hát gondolj be, most elrabortuk ezt a félszeműt. Hát kell idő, míg összegyűlnek a kis mellény. Annyi, hogy abban a pillanatban, amikor... Abban a pillanatban, amikor megtörténik, aminek meg kell történni, akkor senki ne legyen olyan helyen, hogy lelőhessék egyszerűen, tehát akkor majd mindenki bújjon vissza kicsit és álljunk készen a menekülésre. Egész január ki van adva online oktatásra. Tényleg most lesz egyébként? Lesz egyébként téltől online oktatás, vagy most be kell majd járnatok a hidegbe? Hát Varna. Ja, jó, akkor még süket vagyok, mert én nem... Ja, most már igen. Most már én is. Egyébként azt jutott eszembe, hogy amikor majd menekülnénk, ne az legyen szerintem, hogy mindenki egyszerre motorozik, hanem... Ezt mondtam, hogy kéne, hogy ne tolak... Igen, először megy Javier, kiné a pénzen, és így tovább. Mondom, hogy közben fedezzek a többieket, ha be akarnak jönni a rendőrök. Ja, hát Anasztilla, mi vegyünk utoljára valószínű. Jó, szerintem. Maradok hátul veletek akkor. Így mert 18 fokan nálatok, azt tudom, hogy meghosszabb időleg a téli szertetés, és így most ami 14 nap, két hetes, valami ilyesmi, de... Azt hittem, hogy még utána januártól érzem, mert most látom, hogy már mínusz 1 fokat érnek szerdán, csütörtök éjjelre talán? Most jönnek meg! Álljanak meg! Maradjanak ott! Hűha! Vannak egy pár, annyi meg leesek onnan, Gec. Menjek hátrébb! Menjek hátrébb, hogy meghal! Távozzanak kicsit az autótól, álljanak messzebb az autótól! Úristen, mennyien vannak. Gattózó. Bent egy tagabb vizé alátok. Elég sok. Rádió most jöjjön ide, Cooper! Jaj, akkor ide én jövök. Beszélek itt magával. Kicsit távol, egy 10 méter álljanak már hátrébb. Igen, beszélgethetünk így, persze.
Egy kicsit álljanak már hátrébb, mert itt a, ez a kocsi itt most fontos számunkra. Igen? Hát az autókkal igen, igen. Fel aztán tartják itt a fegyvert, csak az nem autókkal vagyunk. Álljanak egy kicsit hátrébb. Akkor nem lesz fedezékünk. Hát de, csak messzebb. Mennyit szeretnének? Na. Hát már elmondtam magának telefonon. Annyi... Ja, hogy abban, ja jó. Igen, 5-10 méter tökéletes, csak hogy ne legyünk ennyire egymásba. Azt mi van, öreg ember? Még nem mentél nyugdíjba? Menjünk hátrébb. Szádat befogjad. Eddig kiálltam mellette. Igazából megtehetjük, nem befolyásol nagyon semmi. Hallott télapó, még csak november vagy novemberben húzzál vissza Finnországba. Meghozta a pénzt, Cooper? Meg lehet. Jó. De először a kollégánkat szeretnénk. Elmondom, hogy fog zajlani. Be fogja rakni abba a csomagtartóat maga előtt, abba a pillanat, hogy berakta, gyorsan megnézem. És ahogy megvan, elindulnak ki a társai, mi meg elindulunk be az autóval. Érti? És így gyakorlatilag, ahogy az autó beér, a társai kiérnek. Érti? Ah! Nagyon csattant. Nem értem. Mi az, hogy nem érti? Mit nem ért ez-e? Mondja már el még egyszer. Szóval... Belerakom a pénzt, maga megnézi, igen? Igen, ha megvan, akkor elindulnak a társai kifelé, mi meg elindulunk igen. Befelé. Igen. És aztán jó. Meg a társai itt lesznek maguknál, és mindenki boldog. Rik, ez nem ő, nagyon közel vannak a rendőrök, és itt még mindig nagyon közel vannak, az a bajom amúgy egyébként. Nekem meg az a bajom, hogy ellop... Ugye mi lesz a baj még, hogyha lába lövöm Adrient? Álljanak egy kicsit hátrébb még, ez... Túlságosan közel vannak. Magán magának minden gond. Hát igen, igen, ezt jól látja egyébként. Télapó, menj hátrébb! A szájátba fogja végre. Nem előrébb, hátrébb! Így jó lesz? Egyre többen mennek fel a hegyre. Készen állunk amúgy? Igen. A rendőröknek majd mondjátok, hogy ahogy elindulunk a kocsival, mint a kettővel, a Jürgennek meg az ilyenek mondhatjátok, hogy ahogy elindulunk a kocsival, akkor szépen lassan sétálnak ők is le. Megnézem akkor, hogy benne van-e a pénz, jó? Hát még nincsen. Ja, még nincsen? De mindjárt fogom. Nem rádióban mondom, menjen le a frekvenciáról meg vissza. De ő az Szentsi. Télapó itt van, hó a subája. Ezek be fognak rohanni amúgy ránk, ezek nagyon sokan vannak. Ez veszélyes. Ez tényleg az? Hallanak? Én hallom! Ben. Abban van a pénz? Így van. Behelyezem az autóba. Rendben. A hegyen is már itt vannak, szerintem már hallottam a motort. Én láttam felmérni, vagy 2-3. Ott valaki lelagad. Ott is van. Megvan, megnézze akkor a táskát. Hogyha... Jó, valóban megvan. Becsukom akkor itt a hátsó ajtókat, jó? Csukd már be, öreg! Jó, akkor ez megvan, akkor a kocsi el fog indulni föl, és a kollégáik le. Megvan a pénz, a kocsi elindul fölfelé, indulnak a rendőrök lefelé. Tartsák a tisztes távolságot, tartsák a tisztes távolságot! Isten ad, és elvesz. Jöjjenek, jöjjenek, jöjjenek! Megyünk, megyünk! De miért minket lőnek, bazd? Egyéb, papó! Tök! Kösd le magad el a szél! Megkötöttem! Jézusom! Nekünk nagyon gyorsan autót kell cserélnünk. Azt a mindenit, jól vagy? Baszki! Meg vagyok! Te tudtál jönni? Te bolond! Mindenki ki tudott jönni? Én már majdnem a pályán vagyok, nem viszem. Ashley! Ashley! Ashley öreg! Ajaj! Jönnek. A szutyok nem túl jó. Ott vannak mögöttük.
Valóban. Az a baj, nálunk van még mindig a pénz ebbe a szutyogba. Nem igaz. Nem igaz? Kivetted? Igen, nálam van. Viszont szerintem most számíthatunk olyanra, hogy otthon meglepnek minket amúgy. Most biztos, hogy lerazjáznak minket az érünket. Hogy leszúrtam, hogy de szétlőtték azt a Jürgent is. Leszúrta? Akkor őket lőtték? Leszúrta, szétlőtték, hát utána minket is. Lőttek. Szerintem de hazamenjünk. Szerintem se, menjünk ebbe a Step Citybe vagy mibe. Ne, kiskutya! Hú. Soha nem bántanék egy kutyát. Fortosan. Akkor miért lőttük meg Adrient? Én nem lőttem meg. És most mit csinálunk? Menjünk el a bringákkal. Ott a rendőr! Baj van! Nagy a baj! Lent a tengerparton van egy elkapó. Igen, rajtunk. Ne a kiskutya, nehogy most tusszon ki. Hát hozd be őket Step Citybe, eljuttak odáig. Ja, lehet. Jelöld be ezt a Step Cityt, léci. De jó, hogy Javier kivette azt a kis... Azt a kurva, fel se tűnt amúgy, hogy kivette a pénzt most amúgy. Nem csak elkapó a bro. Rádiózz be nekik. Aha. Javier, vidd el a pénzt. Nem, amúgy nem tudom, nekem kéne egyéb, vagy az, hogy nem tudsz vezetni. Neau! Ötre fogtak minket, úgy néz ki. Álljanak meg. Szálljanak ki. Hol vagytok? Hát itt az erdei utakon a Csiliára. Mondd, hogy mennyi időre van még Step City, azt mondd meg nekik. Hát... Körülbelül még egy 2-3 percre. Ezt nem hiszem el amúgy. Ne a percet, mondanom a kilométert! Egy kilométer, hát, 60 a... Az mérföld! Úristen, mennyire, ezt nem hiszem el, hogy tényleg, Anastil, amúgy, Anastil, bassz meg, mint a nem ebben a világban élne amúgy. Mondd el nekik, milyen messze vagyunk. Hát még egy 2 perc. Jó, motoros lemaradt. Az ki jó lenne, nálad lenne az AK. Hú, ez nagyon gyorsan történt, csomó minden, de ez kurva jó volt így. Hát itt vagyok én, papa. Javier, a pénz akkor biztonságban van? Javier? Igen, biztonságban van. Egy mérföld. Inkább a kis hídon. Nagyon sokan vannak amúgy. Ha ide jönnek, lövünk, vagy mi lesz? Nem tudom. Lesz hol vagy? Bokorba, itt vagyok a bokorba. És mi van izé Ashley-vel? Ashley elveszed? Lelőtti. Igen. És Blake? Egyről lelőtti. Jó vagyok, én jövök. Még 800 méter. Ashley maradt ott egyedül? Megény Ashley. Ezek szerint igen. Valószínű, hogy Ashley-nek. Igen. Ilyen, hol vagy? Itt vagyunk a nagy hozzunk hit mellett, most kanyarodunk. Mindjárt ott vagyunk. Te futkozol 40 másodperc. Két autó, két motor. Itt leghátul vagyunk kb. Szerintem mindannyian Step City-be. Három autó, két motor. Azonnal dobják ki a kormány. Ma nem tudok bemenni, kint leszek. Ne molesztáljon! Pont mentetek el mellettem. Lövünk egyből? Nem tudom, kéne? Lőnek rám. Lőjetek egyből, mert ők is lőttek, igen, zsa. Meg kéne lopni ezt az autót, William. Ott feltörőnket. Én hozom azt a kocsit, amiben idején voltak. A köcsögök. De kerget valaki. Kérdöm a kutyát. Bazzeg, megharapott ez a dög! De lelőttem, nyugi. Hol vannak a rendőrök? Kint a kapunál, kimentek. Akkor kimentek? A kapuban, ha? Úszunk? Hátul úszunk, szerintem. Úszunk? Jól lőnek. Lőnek, rampazd. Nem mentek, itt vannak! Jönnek be! Húszunk, vagy mi legyen? Neki előtted bokor! Megvan! Mi legyen? Mennek az a hegyre. Mennek a hegyre is. Hegyre? Az előttünk lévőre, aha.
Mi legyen? Úszunk? Riri! Nem, nem hagyhatlak itt. Ah, elvittem Nyugi. Mi a fasz? Az a te rendőr? Ne az miatt aggódj. Amiért aggódok, hogy William, mert futkozunk itt, mert nincs autónk, mert semmi. Az egy rendőr a nagy színpadon? Színpadon, igen. Ki van ott a parton? Én meg a fiam. Itt vagyok, én vagyok az izével, túloldalt a rendőrautóval. Lirének baja van. Mi az elkapóval? Igen. Gyere gyorsan, gyere. Fel kéne minket, ja, vagy ha menekülök, akkor nem kell, itt rohangálunk, még ketten Williammel. Én is itt vagyok, még mindig itt egy rendőrautó. Itt vagytok lenne a parton, nem? Itt egy másik rendőrautó. A parton mi vagyunk. Kimenekítem expozítóikat. Hozzak még egy rendőrautót. Belerakom Ray-Ray gyorsan. Kurvára nem rakom bele Ray-Ray-t. Rengeteg rendőr a parton. Sheriffek meg minden. Ott voltak és kalapjuk. Az egy rendőrautónk van, hát ezzel nem túl jól menekülni. Már mögöttem vannak, baszki. Lőni se tudok rájuk, mert egy alkám van. Várjatok be egy picit, léci. Várj meg. Vagy mögött? Igen, de az a második, már nem én vagyok. Engedd előre, lövök. Fordult, most kéne menni. Menjél már! Mit csinálsz? Én feltartom! Állj be hozzánk. De nálad van, gyere menjünk inkább! Jövök! Gyere, szállj be! Gyere! Egy hely még van neked. Menjünk! Mi van nálam? Mi az alke? Jézus, mi történik? Mi van a többiekkel? A Ray-Ray-t sajnos megnőtték, ott feküdt a parton, be akartam rakni. Ez itt mi előttünk? Ez nem túl jó. Mi vagyunk? Menekülj el, jön a rendőr! Nem személyes ez a szar? Négy személyes. Na baszd meg. Ha tovább mentek az úton, ott lesz még egy rendőrautó. Igen, csak vigyázzad, mert rendőrök is lesznek. Meg nyomkövető van ezekben a szutykokban, úgyhogy óvatosan. Lesztek ott kocsik, ha lejjebb mentek. Autót kell cserélnünk, nem? Hát ezt tudom. A pulzusom az egekben van. Le kellett lőjek egy embert, már megint. Jó vagy, unokám? Bassza meg a ló. Ez a kocsi egy szar. Nem törünk fel egy másikat valahol? Ezt kukázzuk ki a vízbe, azt valamit feltörünk, nem? Jó, a vízben működik a nyomkövető vaja? Szerintem nem, csak nem. Hát nem, de csak... Elmentünk egy Victoria, akkor az jön utánunk. Az nem túl fényes. Nyomjad, Javier. Nyomom, de ez egy rakás szar! Pedig meg is szereltettem. Ilyenekre volt időt, hogy megszerelteted, én meg szaladgáltam be, mint valami nyúl, azt se tudtam, mi van. Ha mentem háromszor, Sandybe. Háromszor azt hittem a rendőrökre, vagy a társaim. Ha mentem Sandybe elbújtatni a pénzt valami kukába. Ja, igen? Ha mindenki felé igen. Hát, mondjuk az jó trükk akkor, mert... Kidobtad a kukába? Azonnal autó. Hát szerintem nem lesz ott. Hát nem. Nem kukába, hát ilyen. Ja, jó. Azért vannak. Van palettóba itt autótok? Itt nincsen az a baj. De nekem se az a baj. Mi lesz velünk? Most nem veszünk országosan körözve. Azt a kocsit vigyétek én meg ki, dobom a vízbe. Jó, öreg! Öreg! Bekapcsolt a riasztó, az nem túl jó, nem? Hát az mondjuk nem túl jó. Nem? Jó, oké, akkor szálljatok. Viszont majd ezt passzik. Kivesz valaki? Fedezzek. Javier, meg vagytok még? Ott maradt a unokám. Ja, az még valós. Igen. Valóban. De nem tudtok, de... Ja? A vállamon hoztam. Ajajajajajajaj! Itt ment el egy rendőrautó. Mi? Ott ment el egy rendőrautó az úton, de még nem láttak meg. Még töröm. Hát azok visszafordulnak nekünk annyi.
Ah, itt jönnek, bazd meg, ezt nem hiszem el. Lőnöd kell. Gyertek a partra. De már, ne. Ti lőttök? Igen, itt egy rendőrautó, arra lövök. Mutas. Ó, Istenem. Gyere. Még túl fiatal vagyok. Hívnak. Miért hívnak? Bokor kell. Ez itt? Annyira nem jó. Mi a helyzet fönt? Elbújtunk. Ó. Hát ez parádé. Oké, mennek a vízhez, a rendőrautóhoz. A félek nagyon. Megálltak? Nem ott mennek. Itt hagytatok, arra gondolsz? Nem. Amivel mi mentünk, azt bedobtam a vízbe, és valószínű, hogy a jeladó is tönkre ment. De most bújok, expozító. Hát ezt megúsztuk. Szóval Szuki, tégy, hogy szerintem Szukkert kell segíteni? Nem, maradj. Mindjárt megy a Unibet stream és chat, amúgy csak most Psitu közben nyilván nem. Autómenekülés közben annyira nem egyszerű átnyomni azt ilyet máshova. Na, megoldjuk, még megvárjuk a Situ végét. Ezt annyival tovább talán. Lehet csinálni? Nem tudom. Nagyon sokan vannak. Most minket keresnek mindenhol. Mennyi lőszerem maradt? 3 tár. Így van, csak fel kell a Unibet, mert azóta ott fogjuk tolni egészen éjfélig, úgyhogy aki kíváncsi még több RP-re, még több ilyen izgalomra, az fel kell a Unibet, kövessél be a csatornát aztán. Tényleg. Ó. Egyébként valaki szabadon, aki el tud értünk jönni? Itt beszélnek mellettünk. Leállítom a zenét, hogy halljuk, várjátok. A Step City-nél. Hát ilyen a volt itt. Hát ez gond. Erre jönnek. Nagyon sokan vannak. Ugye suttogsz? Igen. Ó, ne! Nézzük ilyen bokrokat egyesével! Sok rendőr rajtunk van. Mit csinálják ezzel? Hát nézzük ezt az összes bokrot. Rajtunk is, de várnak. Le kéne ütni egy bokszerrel, nem? Nem kell. Van nálad? Nagyon nagy parák vannak. Fond, hogyha lőveszem, akkor... Megvan előre. Segíteni AJ. Gyere Step City-be. Oké. Autóval. Ne most kapjanak el! Hát egyedül vagyok, és motorra, de akkor... Húva. Ha ide jön, szerzek egy kocsit. Te lőd a motoros, te megütöm a másikat. Jó. Oké, és... Van viszonylag gyorsan. Négy személyeset keresek, hogy AJ2 is. Az a gyors. Hát ez itt lehet kampó. Itt lehet kampócs, hát két motor, ember, kocsi. Hát ez itt lehet kampó. Ajaj. Közben meg vagyunk, AJ. Megvagytok? Hopp! Jó, ez elcsalja őket. Ez az. Gyorsan szálljon már, baszt, menjen innen. Jó. Ez az! El sem hiszem! Pihenj egy kicsit ott! Elmenekülök! Nagyon jó headshot ad rólunk őket! Most kell mennünk, nem? Igen, gyerünk! Merre? Mi szaladunk, addig tartsd ott őket, Javier! Találtam egy jó 4 személyes, akkor kell segíteni?
Ja, nem állt. Oké, oké. Lehet kéne egy fuvar paletóba, hogyha ráérsz. Öreggel, még mindig itt szaladunk a parton, Javier meg Exposito meg vannak sérülve. Gyere itt fel a lépcsőn, öreg! Megtaláltuk a kocsit, amivel jöttetek, és kijöttünk vele, és most jön utánunk kegyetség. Hát igen, abban van nyomkövető. Nem az. A losztos. Jaj, bassza meg. Hú, nem szeretek lépcsőzni. Aj, van egy autó. Ne! Tudod tartani a tempót, öreg? Nem. Jó, mindegyik feltörök egy kocsit, hát ha találok végre egyet. Ami nem az út közepén van. Itt találtam egyet. Berakjuk az alkát, majd lehet berakjuk azt a scriptet, vagy berakjuk, vagy csinálunk egyet, mert nyilván egy SX-es izét nem bírunk berakni, de lehet megcsináljuk azt a scriptet, hogy hátán legyen a fegyver az embereknek, majd hogyha nagy kaliber van, mert én sokáig nem támogattam, mert nagyon gagyin néz ki, de amúgy az is elég gagyin néz ki, hogy előkapjuk a seggünkből az alkát. Szóval... igen, kontroversial dolog. Oké, mindjárt megvan, gyorsak az ujjai. Ott egy rendőr, jön egy rendőr. Hát ezt nem hiszem, mert nem bírok mit csinálni. Nem most, nem, most várják már meg legalább még. Most nem bírok mit csinálni, tényleg amúgy. Gyere, ülj be gyorsan ezután. Megindulok palettó fele. Tisztelet. Kiszállás, uraim. Én is... Szálljanak ki most azonnal. Maguk szálljanak ki! Szállunk. Menj le a partra. Uhuuu, kapaszkodj, közd le magad! Ne, csak ezt ne! Ne! Áhúúúú, bassza meg! Bassza meg! Derekam, még mindig nagyon fáj! A derekam! Ugratunk! Kapaszkodok! Kapaszkodj! Nem kapaszkodok, ne kapaszkodok! Itt a lehető legrosszabb autót törtük fel, ami lehetséges. Jobb, mint a semmi. Ez a mi legyen? Nem tudom, én nem tudok lőni, mert csak alkám van. Van egy kis baj palettóba. Úton vagyok, három lőszer. Csak ketten voltak? Három darab lőszer? Annyi van. Mindent beadtam izébe, raktárba, jó? Az nem sok. És a többen lesznek? Fejes. Hát ez gond, hát három darab lőszer van AJ-nek, aki jön nekünk segíteni, úgyhogy sokkal nem megyünk vele, de... Csak 50. Nekem van egy csomó még. Hát nekem is van 50, az bőven elég. Hát ez gond. Én egy kis hozzáélő zene, nem? Chat, mit szóltak? Ha ránk lőnek, lő. Be kéne jutni a városba. Tényleg be kéne. Bassza meg. Mit szóltak egy kis... Nagyon jön. Ne! Hagyj békén. Most továbbra is erősítés lesz szükségük. Ha menj el a benzit. Ez nagyon nem lesz, hogy többen lesznek. Fogi! Beleszülettem a vezetésbe! Nagyon jó! Jó! Fel a hegyre! Kapaszkodj! Visszafordultak! Nem, jön! Ó, nem jó, az nem fog feljebb menni. De. Én bízok benne. Jajjaj! Nem, nagyon nem megy a hegyen ez. Egyik, kiszállhatsz egyik. Jajjaj!
Gyáljunk meg és lőjünk rájuk? Lerázni nem fogjuk őket. Nagyon le vannak maradva. Na jó, de 100-al megyünk, ők meg 200-al szerintem. Elég ide, hogy lehet nincs benzinük. Berobbantani itt őket, hátha. Hát az nem jó, hogy akkor rájuk fognak lőni. Nem jönnek, nem jönnek. Mit csináljunk? Bújjunk el. Hello. Szia! Van egy ötletem. És mi az? Kapunk egy másik kocsit itt a halászatnál. Merre vagytok? Mindenhol! Ez jó. Szájleszéket valahol üldözik. Javier az elő még a tengerparton lőtték. Ez én itt vagyok az öreggel valahol máshol. Nem nyomtad a gombot a rádiónál. Nem túl jó. Na itt. Átjöttünk Gépszídbe. Mi most megyünk a borászathoz autót szerezni. Nincs semmi. És ha jó véletlen? Paletóba itt van előttem egy Victoria. Számítsunk szerintetek valamire vagy? Hát én nem mennék haza annyira. Nem? Jó van. Vagy max lepakolni a dolgokat, de biztos ott lesznek amúgy. Hát itt miért nincs autó, hogy ezt nem hiszem el. Kiértő, gyorsan el kell venni a pénzt. A VR-nél már nincs. Nem tudom mi legyen. Szaladjunk a következő helyig. Következő autóig? Hát de jaj, itt van még egy ilyen kis hely arra felé, gyere. Mondjuk én jobban bírom a futást, de csak meg leszel, nem? Egy is nyomok egy kis szörpöt. De gyerek, titeket hol vagytok? Itt vagyunk a északi partján Sandynek. Mindjárt jobb a Unibetter stream lecset, csak most már ez a szitu menjen végig. Akarom itt. Szitu felénél. Talán úgyis folytatódik ott minden. Sandy, Sandy. Még legalább az üldözés menjen végig. Köszönj, ennyi itt vagyunk amúgy. Jézusom! Konkrét 1100-an. Jézusom. Köszönöm szépen. Puszi a pacitokra, hello mindenkinek. Aki esetleg új, megköszönöm, megféri a nagy lila gombot, és 100 000 követőnél rengeteg nagy dolog jön. És hát nem vagyunk már messze tőle, konkrétan 5000-re. Úgyhogy innen is köszi mindenkinek. Köszi Alina, köszi Domza, köszi Gabe, köszi Csipisz, Öcsike, köszi mindenkinek. Köszi szépen. Nem akarunk valahol gyülekezni egy kicsit? Tréré, te hogy kerültél? Hova? De meg volt a sérülve? Összeszedtek minket a mentősök. Mi tényleg? Hát figyelj, mi menekülünk, de ahogy lesz autón, találkozhatunk valahol. Nekem 1100-at ír. Gyere, gyere, itt tuti lesz autó. Gyere öreg, itt egy hajó. Autó fölöttünk. Nem hiszem el amúgy, ez tényleg már szinte hihetetlen, hogy mindig meg vagyunk találva amúgy. Nagyon durva, nem akarom elhinni amúgy tényleg. Mi? Menjünk szerinted? Hello. Hát, még mindig itt az autó. Ez nem az AJ. AJ, te vagy Sandynek a felső partjánál? Sik. Te vagy Sandynek a felső partjánál? Sandy-tó. Sandy-tónál vagyok, az ilyen fölötte, itt, ahogy a favágó fele kell menni. És most egy móló itt lement. Mólón lement egy rendőr, akkor az nem te voltál, ugye? Nem, én még itt vagyok a favágó. Ott egy rendőr a mólón, hasalj le. Hol? Én nem tudom, Chad, de most... Oké, az én szerverem, lehet bármit mondani, szóval nyilvánvalóan... Húzok a felé, de... Erre jön! Vedd ül a fegyvert! Itt jön! Jön le! Lőjem le! Le kell! Megvan, lelőttem! Jó, mit csináljuk? Úszunk, nem? Most muszáj mennünk! Lelőttünk egyet! Úszunk!
Szóval, hogy nyilván az én szerverem, szóval nem bírok nem részrehajló lenni. De... Felébb a öreg! Jaj! Szóval nem bírok nem részrehajló lenni, de hogy befejezzem a mondatot. Szerintem olyan menekülések vannak itt, még ez a két hónap alatt is, mióta meg van nyitva a szerum, mint én NFL-en sose éltem át, vagy nagyon ritkán. És szinte minden egyes üldözésünk olyan, hogy tényleg, mintha még soha nem éltem volna át RP-be. Tehát vízen, levegőben, gyalog, autóval, kamionnal, repülővel, mert mindennel megyünk, és olyan kemények az üldözések, nagyon durvák. Nehogy megint megfulladjak. Pedig de... Hogy úszok ilyen mélyre amúgy, chat? Majdnem megfulladtam! Én is! Nagyon mélyre úsztam valahogy! Én is! Rágyújtok az előbb! Igen, láttam, ott csattattak a golyók! Fú, ha megfulladtam volna, szétégek! Fú, de mérges lettem volna amúgy! Fú, de mérges lettem volna! Mi lesz, ha túl kiúszunk? Szerintem, ha vannak a rádiónkon amúgy. Amúgy abszolút csúcsi. Vannak a rádiónkon? Hát kimondtuk, hogy Sandy tudta teje, és egyből ide jöttek. Nem volt tanús. Ebben lehet van valami. Ezeket nem is gondoltam. Erre nem gondoltam, baszki. Te vagytok egyébként? Amúgy tényleg jó fej volt, csúcsi. Kurva jó fej volt. Ilyen összeszedhető állapotban vagytok, vagy nem? Ide fognak jönni, ez biztos. Ott, azt hittem, hogy már azok. A spityilóba kéne bújnunk. Igen, igen. Ebbe itt jobbra? Aha. Jó. Telefonon mondom, mert szerintem lehallgatják a rádiónkat. Itt vagyunk Sandynek, a tónak a déli partján egy kis viskóba. Itt közel Step Cityhez. El tudsz értünk jönni? Hányan vagytok? Ketten, én meg az öreg. Megyünk, én rendőr, jön rendőr. Egy autó. Elmentem. Hát ezt a vízemel. Ott van mellettünk megint. Erre jönnek nagy fegyverekkel. Hárman vannak. Nem látok semmit. Nézd ki, és látni fogod. Látnak engem, aki nézek? Szerintem igen. Nem nézek várja. Ki. Kikucska. Aha. Hát, oha. Négyen vannak, négyen. Csináljunk. Egy helyben állnak és néznek. Csillessen ezt ír. Hát ez amúgy, ez parádés, ahogy itt van megy. Nem menekültök még? Igen. Szép szám. Most lehet hülyeség, de a rádiót lehet hallgatják, mert egyben oda jöttek, ahogy előbb mondtunk. Úgyhogy semmi a rádión. És ha itt van egy rendőr, kapja be tövig! Szerintem most ránk várjuk, hogy hát, ha kiúszunk. Ajaj! Ajaj! El ne hívj még egyszer, bazd meg! 5 méterre vannak tőlünk a rendőrök, csak gyere! Merre? Most, pontosan. Nem mondhatom el rádión! Anastia tudja. Hát ez kampó, hogyha nem futunk szerintem. Hogy futunk vele, mint a kutyákat. Csináljunk. Anastia, nem bírom felvenni a telefont. Vízbe talán mi be tudunk érni, nem? Figyelj, úton vagyunk, ha tudsz pontos is helyzetet. Tegyük fel a kezünket és csak úszunk. Ne a túlpartra, hanem valamelyik random irányba. Hát én amúgy még várnék egy kicsit, most nézik a vizet, azt hiszik még ott vagyunk. És ha erre jönnek majd? Hát akkor nem tudom. Oh, az a baj, majdnem belefulladtam a vízbe, úgyhogy annyira nem lenne jó most itt még valamit megkerülni. Kettő egység van itt. Anastia, mennyire vagy messze?
Ó. Egyik eljött. Tényleg? Nem, tetőn van az egyik. Ó. Anastia, mondj valamit! Hát ezt nem hiszem el. Azért felhívom telefonon, de el kell rakjam az alkát. Addig figyelek. Hol vagy már? Új rádió. Itt vagyunk Sandybe, csak mondjad, hogy pontosan merre vagytok most. Itt vagyunk, itt kérlek szépen, van egy tábla bevezetésnek Sandybe. Most jön a rendőr. Gyertek csak Sandy és Step között. Oké, új rádió van, de azért passzhatom. Telefonom meg kéne nézzem, várjál. Tarts kicsit a oldalt. Tető, nagyon állnak egy izé. A part nagyon sok a rendőr. 26-23. Ez a rádió? Igen. Nem működik a rádióm. Hello, itt vagyunk? Igen. Na, mondom, hol vagyunk. Egy ilyen random lerobbant autó, egy random lerobbant autószerviz. Ez van itt. És egy kis faviskóba vagyunk a part mellett egyből. Vannak egy rendőr, a közelben rendőrök? Kettő igen, egy pár igen. Steptől merre menjek? Sandy felé. Sandy felé, és kb. Fél úton Sandy, ez itt vannak ilyen nagy táblák, amiket nem tudom mi a faszomat ír, de vannak nagy táblák az út mellett. És van egy földút, meg van egy betonút, és a betonút melletti földút, ott kell jönnetek, hogy itt észlegyetek minket egy faviskóba. Csak kettő rendőrt látok amúgy. Egy a tetőn, akkor három. Siker? Meg úgy szóljatok már az egy prospekt jelöltek, mert még a régi... AJ még mindig a régi rádióra rádiózgat. Igen, látunk, hallunk. Az jó, igen, ez két személyes? Az négy, a négy a másik merci. Menjünk. Itt vannak a rendőrök közel. Ne! Ne menjél! Menjél! Menj, nyomjad! Nőnek! Ez nem mehet tovább, ez egy rémálom. Nem baj, nyomjad. Ez egy kibaszott rémálom, amúgy esküszöm. Bassza meg! El kell bújni megint. Ez nem lehet így haladni. Hát ez tényleg nem jó, nem tudom mit csináljunk. Ki kell szállni, ez nem jó. Menjünk, hagyjuk be a vízbe, hagyjuk be a vízbe szerintem, nem? Az is, menjünk el szebbe, ha tuti hagytunk valamit. Mi a fasz? Megöltek mindenkit, hogy mi van? Meg vagyunk, kilőtték a kerekeket. Megyünk Stepbe. Ezt tényleg, vágod már, nem tudom, meg 40 percet menekülünk, mert megint amúgy nagyon kemény. Nagyon kemény. Mekkora YouTube videók lesznek mostanában, csinált amúgy, tényleg. Most csak szopatsz. Nem szopat. Egy embernek van helyem. Ott vannak mellettünk. Jézusom, lőnek! Merülj már le, te szar! Azt a mindenit! Én nem akarom eljönni, ami épp ma történik. Atya világ! És olyan rám lőnek még? Anastia, gyere értem, léci! Hova? Ott vagyok köbben, ahol voltunk, csak kicsit jobban step felé, itt futok a parton. Belelőttek a hátamba egy nagyot.
Itt vagyok, ahol jöttetek köbben a földúton. Próbálj meg az autópálya felé jönni. Mi személyes ez a szar? Vízben biztonságosabb szerintem. Autópálya? Hát van 80 millió lövöldöző rendőr. Hát ha üldöznek rendőrök, akkor nehogy ide gyere, akkor feltörök egy autót inkább. Üldöznek, már nem üldöznek. Ó. Hát ezt tényleg nem hiszem el. Itt vannak egy hajóval. Hát mentem alattuk. Itt vagyok a parknál. Meg kellett lőnöm egyet! Elment mellettem! Pont megadta magát, bazzeg, de már lelőttem! Jön vissza hajó! Szegény! Fasz meg! Látom a hajót, itt vagyok fenn! Én már fenn felé, még a hegyek felé! Majdnem átment rajtam! Fú, de megjettem! Már futok fel a hegyre! Ott van egy rendőrautó mellette, Anastil, vigyázz! Álltam! Jézusom! Követ. A cigi már nincs nálam! Ne! Hogy vakok amúgy? Ja, hogy ennyire közel voltak mögöttem. Fuck! Hát ez kemény volt. Hát ez... Oh, shit! Ez hozzá az első segélyt, a bassz! El fogok vérezni! Hall engem, uram? Nem! Bravo, Weekend! Fejezzek a nyakára nyomókötést, a vállára tegyem még egyet, majd a bal combjára. Aha. Itt az első segélycsomag. Nagy itt elvérezzen nekünk. Szép munka. Jadon a sérültet elszállította a partról. Sérültet a parton? A kolléga, akit lelőttek. Hívtunk mentőst? Még nem. Nem. Akkor haladjunk, hívjunk. Visszamenne a partra, Kevin. Persze. Ez melyik, aki fekszik? Hát mindegy. Mert a Unibet, hát csak én úgy vagyok vele, hogy ezt itt lezártuk az én streamem. Átrédelek a Unibetre, ott fogjuk folytatni, még 4 órán keresztül menni fog ez. Még 4 órán keresztül menni fog ez, ugyanígy. Viszont itt lezárult az üldözés vége, nyilván a kihallgatások ezért menni fogad tovább. YouTube videó úgyis, hogy be lesz minden. Gyors, akkor átrédelek oda. És akkor ott folytatjuk. Aki jön, azt nagyon megköszönöm, hogy tényleg 4 óráig fogjuk tolni. Ugye aki átjön, annak nagy köszönet, tényleg örök hálám. Aki nem, annak köszönöm, hogy itt volt, és találkozunk holnap 6 órakor. Úgyhogy a köszi, aki esetleg csak a suri streamen volt itt, viszont megyünk Unibetre. Tényleg